It's brand new. It's brand new. Amúgy 8 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, sziasztok, kedves hallgatók. Már most az M0-áson hatalmas baleset Győr felé a Szigetszent Miklósi csomópontnál. Az útinform szerint több órás helyszínen és várható, aki tud kerüljön, én már nem tudok. Na, én ezt akkor bejelölöm magamnak, és akkor sokszor fogjuk mondani. Narancsárgázom, igen, Győr felé Szigetszent Miklósi csomópontnál. Hajjajajajajaj. Hát van köd, én is egy röpke kis szakaszig a nulláson haladok minden reggel. Úgy van, több púdon jöhetek, de az egyik a nullás. Hát nem sokat látni, gyerekek. Szóval meg tudom érteni, hogy most ott baleset van, mert nagyon cudar idő van. Viszont milyen jó időben elindulni, hát ez egy katarzis. Más érzés. Igen, 3-4-5-kor már fönn voltam, illetve hát mindig fönt vagyok, mert szól az óra, de hogy föl is keltem most, mert nem tudtam nagyon aludni, nem voltam túl jól éjszaka, de mégis kipihenten ébredtem. Hát az mennyire jó, bekészítettem a kis üdítőmet, már ezt, amit tudom, orvosságot, elővettem fonnyat mandarint a hűtőből, aminek már ilyen folyadéktartalma nem sok van. Karácsonyról maga. Átnéztem, hogy mit ad a televízió ilyenkor, és ilyen nagyon jó volt. 30-kor szépen beültem az autómban, és egy 25 perc alatt ideértem. Egyébként meg 16 alatt szoktam. Nem siettem, lassan vezettem, nagyon jó. Így kéne csinálni mindig. Na, hát akkor kitűzted a célt magad elé. Van időd, igen, van időd fölébredni, van időd átgondolni a napot, tök jó. Tényleg jó. De nem ez a rohanás. Ez egy marhaság, tessék? Nem te voltál este? De voltam este, csak... Ez hogy most ide? Hát úgy, hogy azt mondtad, hogy próbáltam gondolkozni, időt nyerni. Igen, hogy időben le tudtál. Ja, nem, hát az 8-kor vége van, én 4-9-re otthon vagyok, mert 5 perccel lakom. Jó, semmi éjszakai összefoglaló, meg ilyenek. Ugye nincs. Persze, meg még a belevaló kellene. Igen, nekem, mi 23 órától, vagy a neked való. Nem, 8-ra otthon voltam, úgyhogy nem volt 4-9-re. Nem lakik messze most, hogy oda költöztette a tévét hozzájuk. Szóltam a televíziónak, hogy gyerekek, annyi munkám lesz, hogy szeretném, ha oda költöznétek, ahol vagyok. Nem érdekelnek a kifogások, hagyjuk ezt. Úgyhogy nagyon jó, komolyan. Ezt megpróbálom mindig csinálni. Nyilván holnap már nem lesz így, de hogy egész máshogy indul el a reggelet, hanem így... Tehát nem így indulsz, tudod, és taposod a gázt, és életed kockáztatása van, hanem kényelmesen, szépen lassan elkészülsz. Nagyon jó. A legjobb nem, tényleg nem jó kapkodósan. Nem. Szépen fel kell építeni a napot. Na, egy vallomással viszont tartozol a hallgatóknak, meg nekünk is, hogy mi volt a tegnap esti nagy röhögés. Láttátok? Én nem, csak olvasom. Ezt nem, de hallom. Nem tudtam elmondani. Képtelen voltam arra, hogy elmondjam. És ami az volt, hogy a Gigi meg a Jersey elmentek randizni. És mi, hát mi a műsor szerkesztőjével nagyon röhögtünk azon a randin. De nem, aranyosak voltak, csak mi elképzeltünk különböző szituációkat, hogy mit tudom én, mit lát a Gigi anyukája, amikor ilyen Terminátor imitátor Jersey megpróbálja levadászni a lányát egy luxus hotelban, meg megpróbáltunk másfajta szavazást kitalálni, és nagyon röhögtünk. És volt még valami poén a Falcon felett, amikor már integettek, hogy 5 másodperc, és jövünk vissza. És a Kristóf volt ment, persze, és valami még nagyon-nagyon örjöngtünk. És én elkezdtem röhögni, és mondták, hogy adásba vagyok. Mondom, ezzel nincs baj, hát egy pár másodpercig röhögök. De benyomba hagyta a fülemet, és hallottam, hogy a komplett vezérlő visítva örjöng azon, hogy én már adásba vagyok, és röhögök. És nem tudtam kijönni belőle, na akkor már a stúdióban is mindenki röhögött, és nem tudtam végigmondani. És tudod, megvan az a röhögés, amikor úgy röhögsz, hogy már tudod, hogy nincs visszaút, és már nem tudod összeszedni magad, és minél jobban próbálod moderálni, annál jobban esel szét, és nem sikerül. És jó érzékel az utasított, bekapcsolva hagyják, hogy azért még véletlenül se azt halljad, hogy ők már csöndben van. És akkor mondta, hogy mondjad, de közben hallottam, hogy sírt, hogy így csapkodják az arcát, és röhögnek, és kész. És egy jó, hát egy 40 másodperc volt a szenvedésem. És akkor végén már csak üvöltöttek, hogy zárjam, hogy el tudják indítani az anyagot, tényleg, hogy legyen valami, de lezárni se tudtam, úgy röhögtem. És semmi. és egy 40 másodperc, és masszív örjöngés volt a konfban, semmi más. Nagyon-nagyon vicces volt. Az a randi nagyon vicces volt. Tehát szívem szerint azt pontoztattam volna, hogy 1-10-ig mennyire volt ciki az a randi. 1-10 über ciki volt, ugyanis ők ketten nagyon helyesek voltak, de látszott rajtuk, hogy annyira, hogy elmentek egy luxus hotelben, arról van szó, a VV-be kiszabadítottuk őket, és Gigi és Jersey eltölthette első szerelmes éjszakáját külön valahol, egyébként egy nagyon szép helikopterrel, egy nagyon szép luxus szállodában. De baromira zavarba voltak.
rettenetesen szenvedtek, hogy ott a kamera már lettek volna egymással, és az egész egy ilyen feszengős, így ült a Jersey, így, így mit tudom, felszolgáltak nekik vacsorát, nagyon finom ez az étel. És olyan lehetetlen dolgok hangzott, sírtunk a röhögéstől, nem is effektíve rajtuk, hanem magunkat is beleképzeltük egy ilyen szituációba. Megkínálnál a spárgával, szívem? Igen. Na mindegy, szóval, hogy döbbenetes volt, és én mindig ilyenkor tényleg arra gondolok, és azon kezdtünk el nagyon röhögni, hogy a szülők mit szólnak. Hogy otthon ülsz, így fogod a karfát, azt nézed, hogy a gyereket bent van egy ilyen műsorba, majd jön Jersey, ugye, árulkodó tekintettel, kigyúrt testtel, nem tudom miért. Várható és elkerülhetetlen végkifejlettel. Igen, várható és elkerülhetetlen végkifejlettel, hogy valószínűleg a lányodba komoly károkat fog tenni, hiszen aki látta Jersey erotikus képeit, tudja, hogy képes komoly károkat tenni. És ül egy ilyen Terminátor, imitátor Jersey a hotelben, és tudod, hogy vagy vége a lányodnak, és nem tudod megakadályozni, nem tudod onnan kihozni, nem tudod neki elmondani, hogy te nem akarod, hogy ezzel a Schwarz imitátorral ő együtt legyen. Sírtunk, úgyhogy... Hát ők szerelmesek most, egyébként nem? Helyesek, hát igen. Ja, és megszavaztattuk, hogy meddig tart az ő szerelmük. Egy napig, egy hétig, nem tudom, a DV végéig, vagy örökre. A műsor végéig. Ne azt szavazták meg, hogy a műsor végéig. Tehát, hogy utána ők szétmennek. De a második volt az örökre. Úgyhogy ez volt, hát nem tudtam, na hát utána kaptam SMS-eket, telefonokat, minden, hogy mi történt, senki nem értett, hogy az anyag nem volt vicces. És az volt a legfurább, hogy lemegy egy anyag helyes, és visszajött egy olyan Balázs, aki nem tudott beszélni. És tudod, még ha vicces lett volna az anyag, akkor na, milyen jól szórakozik, hogy élvezi. De hát egy darab humor nem sok, annyi nem volt az anyagban, mert ez inkább egy ilyen szerelmes, romantikus anyag volt. Fú, nem tudtam. A Kristóf micsoda műsorban ő? Hát ő a főszerkesztő. A főszerkesztő. Tehát a megszállás előtt a főszerkesztő 5 másodperccel még valamit benyom azért, hogy a műsorvezetője hát az román. De figyelj, hát a Jani ismeri, hát mi a 8 perces anyag alatt tehát úgy röhögtünk, hogy potyogtak a könnyeink, mert ugye az van, hogy ilyenkor én látom a bejátszót, ugye, meg a fülembe is benne van, és ülök ott a stábban, nézzük, nézem, hogy mi a következő anyag, nézem a kártyát, de hát közben kommunikálok vele folyamatosan, mert ő meg bent ül a vezérlőbe, és hát ő is hozzáfűz még dolgokat, meg hát az egészet, szóval, hogy jó, én szeretek bemenni, meg jó nézni. Iszonyat merény lett a műsorvezető ellen. Iszonyat merény, de rengeteg poén lenne benne, tehát ezt a műsort máshogy is lehetne ám vezetni, csak ugye nyilván az ember tűrtözteti magát, de írdatlanul lehetne osztani mindenkit, tehát olyan szintű mészárlást lehetne egy ilyen konferálásot csinálni, ami, hogy senki nem maradna életben, virtuálisan persze. Egy csomó, egyet áruljunk el. Volt egy például szép forgatás, bent ülünk a stúdióba, és akkor ilyenkor persze kap némi segítséget a műsorvezető, információk, és a ciklonokról volt szó benne, a ciklonokról, és hogy a ciklonokat is különböző skálák alapján mérik, mint például a földrengéseknél Richter skála. És akkor Bali áll benne a stúdióba, és akkor benyomtunk neki egyet a fülére, hogy és a ciklonok az nem Richter skála, hanem Klajbenkó skála. És Balázs így áll a stúdióba, és a tőletelető legnagyobb magabiztossággal bemondja Klajbenkó skála. Klajbenkó. És akkor még nem tudta, hogy mi van. Elkezdett röhögni mindenki a stúdióban, mint az állat, csak hallja, és így látszott az arcán, hogy kezd neki leesni a tantusz. És tudod, nagyon szivatnak, hogy nagyon kapja most éppen az ívet. Abból se tudtam kijönni. És nem tudott kijönni belőle, és aztán feladta, és mondta, hogy na jó van, akkor rohadjatok meg. És persze bent a nézők pedig, ugye, de nem érzékelik a dolgot, de aztán nekik is leesik a tantusz, és a vége az, hogy a közönség, a műsorvezető, a stúdió, mindenki röhög masszívan, és utána persze hosszú percek kellenek, hogy ez az egész így helyreálljon, és folytatódhasson a felvétel. Igen. Azt hiszem, azt pont te találtad. Igen. Klajbenkó. Tudod, nem is a fene se tudja, hogy a ciklonokat milyen szélerősség, ugye, mert az ugye az a Buford skála, vagy igen. A szélerősség, hogy a ciklonok erősségét mivel mérik, hát ez az ember legyen a talpán, aki ezt így tudja, a Klajbenkó. Hát, mondom, kicsi hülye neve van, de hát jött az információ, mi baj lett, Klajbenkó skála, tudod, és hátradőltem, tudod, és abban a pillanatban ezt most jól megkoptátok, mi Klajbenkó skála, tudtok ezzel mit kezdeni, nézek én így játékosokra, és hallom, hogy sírva őrjöngenek, tudod. Ilyen 2 megatonnás hangrobbanás a stúdió, mindenki, de tényleg, tehát, hogy így a hangtechnikusoktól kezdve a rendezőt, a főszerkesztőig, a segéd szerkezik, mindig röhög, mint az állat, és először nem veszi a lapot, csak azt mondja, akkor beugrik, és akkor már neki is fülig ér a szája, és a röhög, mint az állat, és oszt mindenki. Igen, Zsófit azért kicsit megmartam tegnap. Igen? Igen. Mit kapott? Indokoltam, vagy indokolatlan? Indokoltam, hát annyira szürke szegény, de tényleg, már nem tudom, mit mondtam, de annyira szürke, nem?
Hát ő arra játszik, ez is egy taktika, ezt már átbeszéltük. Én remélem, hogy ezen most már átlátnak a nézők, komolyan. Én mondani fogom nekik ezt. A következő összefoglalóban, hogy kedves nézők, lássanak át ezen a játékon, hogy kik azok, akik csak megúsznak, és kik azok, akik jó karakterek és izgalmasak. Lehet őket nem szeretni, vagy szeretni, de csinálnak valamit, de nehogy egy ilyen Zsófi, tényleg aranyos, bájos, tündér, nincs vele baj. Na de hát annyira nincs egyeniség, hogy az már fáj, nem? Hát szegényként úszkálott, mint egy ilyen kis ebihal, hát. És jó, mert senki nem rak rád jelet. Ő megúszó. Hát kiszórja egymást mindenki, mennek a nagy harcok, tudod, ő meg ott a falvizen szépen ott televíz. Szóval meglátod a végén a döntőnél, ott fog mosolyogni. Lesz egy Zsófi Laci döntő, mondjuk. Mindkét műsor esetében volt egyik, vagy történetében volt, amikor egy-egy ilyen szürke megúszó típus nyerte meg az egészet, és hát az szerintem az csalódás volt mindenki. Nekik nem, nyilván ők örültek, nekik kaptak egy kis havi apanást, meg autót, meg lakást, de hogy volt ilyen. Nem tartom egy jó dolognak, szóval nem tartom egyszerűen igazságosnak azokkal az emberekkel szemben, akik idézőjelben végig tolják ezt akik az egész időszakot, és megcsinálnak mindent, amit csak lehet azért, hogy a nézők jól szórakozzanak. Szerintetek mi lehet BK-val a Villa tréfa mesterével? Emlékeztek, hogy volt ilyen? Ügynöksége van. Tényleg? De, hogy ja. Emlékeztek, hogy volt ilyen BK a Villa tréfa mestere? Aki, úristen. Aki úgy szerzett magának szponzorautót, hogy bement egy kereskedőhöz állítólag, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, én vagyok Béka, a Villa tréfa mestere. Na, te vagy Béka? És adtak. Akkor ugrálj el innen. Hát, és adtak autót? Adtak. Jézusom, nem tudom, mi kellene ahhoz, hogy így én annyira félnék, vagy annyira zavarba lennék, nem tudom. Pedig azért, hát rólam azt mondják, hogy nem sok olyan szituáció, amikor én itt zavarban vagyok, vagy félek, vagy nem tudnám használni az arcomat, de hogy nem tudnék ilyet csinálni. Jó napot kívánok! Tudja, ki vagyok én? Tudja, ki vagyok. Segítenem kell, vagy megismer? Ugye megismer? A második cébe? Nem, Béka, a Villa tréfa mester. Akkor adjon nekem, hogy hát ez döbbenet. Ehhez kell bőr azért, nem? Hogy mert a pakliban benne van, azt mondja, hogy fogalmam nincs. Egyrészt, hogy fogalmam nincs, de ha még akkor nagy őrület volt, és nézték, ha egyáltalán maga is azt mondja, hogy nem, tudod, meg úgy nem is, most mindegy, hogy mit mond, hát így bemenni, hogy megismer, adjon nekem egy autót. De, és kapott, tényleg? Igen. És adtak neki egy autót. Azért az nem tudom, visszavette nem tőle, gyenge. Vagy összetörte, vagy nem tudom, hogy mi volt végül. A nagy megúszós, tudjátok, ki volt? A Miló. Ja, ő is egy... Ugye? Igen. Rá gondoltam egyébként. Ő azért így néha humorizált, kicsit az Olivier vonalon utazott, ilyen cipőbe fokrémet teszek, meg ilyen kicsit ilyen infantilisebb poénokat nyomok. Fokrémet teszek cipőbe, tudod, WC papírral összetekerem a lábadat, éjszaka fölkelsz, hajnalba elesel. Tehát voltak azért látom ilyenek, de valóban ő is egy ilyen kicsit csöndesebb karakter. Nem volt olyan mindent átütő kumulatív személyiség, mint Pong. Pongó például. Pongó! Ja, de ő bébés volt. Az mindegy. Én a bébésekből még Renátóra emlékszem. Renátó, ugye, aki hát az első éjszaka, vagy egy adott éjszaka letámadta Évát. Iti is ott volt, Zsanett. Renátó egyébként Olivier egyik legjobb barátja. Igen? Igen, érdekesek ezek az barbarizmák. Így van. Ezt nem tudtam. Ő adta az információkat, hogy kell viselkedni oda bent. És ki volt még? A BB-be ki? Zsanett, Iti, Pongó, az első, a másodikra már... Raffankuló, az a Renátó volt. Az a Renátó volt, igen. És ki, nem, többiekre már nem is emlékszem. Itihez is van közünk egyébként. Abaházi Csabi. Abaházinak a rokona, igen. Egyébként hasonlít is. Hihetetlen, milyen összefonódások vannak itt. Nehogy Csabi legyen most valami... a következő VV-ben. Egyébként tényleg. Az milyen lenne? Kellene egy ilyen celebes is. Azt is bírnak szerintem az emberek. Egy ilyen celebes VV vagy BB. Képzeld el, hogy amikor a celebek laktak bent, akkor még azért úgy kevésbé nézték. Lehet, hogy mert az elején volt, vagy azok vagy a celebek miatt költöztek be, akiket már sok helyen láttunk lakni, de hogy nem érdekelte őket annyira. Már hallották a Győzi törjöngeni, Benkő törjöngeni, már mindenki tudta az összes sémát, kevésbé nézték. Tehát szerintem annyira telítődnek a celebektől, sok hogy helyen láttuk őket lakni Karancsalján. Igen, annyi helyen laktak már, hogy egyszerűen már nem nézték meg, hogy Győzi, és akkor most ott hogy ordibál a Benkővel. De lehet, hogy akkor indult a dolog, és azért nem tudom. Azt mondja, Béka a műsor után szendvicseket árult a Michelinban Kecskeméten, Andi írja. Gyerekek. Én a Frankivel, emlékeztek a Frankire? Egyszer ettem ott egy jó béka burger. A Franky megvan? Ő, aki összejött ugye vagy a Fresh Andival, vagy kivel, vagy én nem tudom, kivel volt együtt. Na mindegy, ő, amikor a Való Világ sajtótájékoztatójára mentem,
akkor találkoztam vele a benzinkúton. Jó, dolgozik ugyanis. Kutas. Tehát ezért kevesen tudják úgy megfogni ezzel az Isten lábát, hogy mondjuk odaérjenek valahova. Hát ez talán a három embernek sikerült. De tényleg, nem? Hát miért most egy jó benzinkutas állás az RTL mellett közel van? Nincs, nem, egyáltalán nem azt mondom, nincs vele baj, csak ahonnan, ahova mennek ők egy ilyen műsorral, és amekkora ismertség és hírnév és csajok és bulik és mindenhova hívják őket és sztárvendégek lesznek, utána azért nehéz ott maradni, szóval nehéz megtartani azt a szintet, és azon a szinten élni, utána jönnek újra szürke hétköznapok, hát ez egy nem könnyű dolog. Ha utána is le kéne tenni valamit az asztalra. Hát igen, ha akarják. Ha akarsz maradni. Ja. Kíváncsi vagyok, hogy ebből a szériából például kinek van ilyen ambíciója. Nekem úgy tűnik, hogy kevésbé vannak itt bent olyan emberek, akik mindent megtennének azért, hogy celebek legyenek. Egyébként nem megmondom. Tudom. Megmondom nektek, őszintén valamelyik nap gondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy miből lehet azt látni, hogy egy ilyen kukulós műsornak az egyik résztvevője befut-e vagy sem. És nagyon egyszerű, hogy megtanulják-e később a vezeték nevét. Hogy tudod-e a vezeték nevét. De hogy nem VV lesz, aha, vagy BB. Anna, abból látszik, hogy élni tudott a lehetőséggel. Hát én például, igen, BB Anikó, majd beugrott, hogy Molnár Anikó, igen, a Majka Majoros, aztán kész is nagyjából. Ennyi. Én például az Anett, aki háromszögeket fejt meg, ő már nem tudom, milyen Anett. Mit csinál? Anett is benne volt a VV háromszögekkel. Ja, igen, telefonos vetékedő műsort vezet. Hogy nagyon helyes Ágica is, de ennek fogalma nincs, hogy neki mi a vezeték neve. Na jó van. Egy-két közlekedés. 84-es úton Nagyszent közelében a vasúti átjárónál mentő az árokban jó-jó. És akkor gyorsan, ha megtalálom, akkor még egyszer mondom a nullást, ami nagyon-nagyon fontos. Az M0-áson hatalmas baleset Győr felé. A Szigetszentmiklósi csomópontnál az Útinform szerint több órás helyszínen is várható. Aki tud, kerüljön, én már nem tudok, ez zsékülte nekünk. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Adrien! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Jújj, de nagyon friss vagy te ma reggel. Hát én korán keltem azért. Hánykor? 3:50. Azt a mindenit! Nem nagyon gondoljuk azt, hogy van ember, aki korábban kell, aztán mindig rájövünk, hogy akár a pékek, vagy a cukrászok, vagy mit tudom én, az ápolók, lehet, hogyha hajnalosok, nem, akkor korán kellnek. Én simán takarítok, úgyhogy... Takarítasz. Aha, irodát azért kell korán, hogy mire beérnek, addigra szép tisztaság legyen. Nem, iskolát. Iskolát takarítasz. Igen. Figyelj, az milyen érzés neked? Én mindig azon gondolkoztam, hogy amikor sulis voltam, és a takarítónő éppen mosta föl a lépcsőt, kicsöngettek, tudod, és megindul a 100 diák, és a frissen felmosott lépcsőt úgy, ahogy van, legázolják. Hát hogy lehet ezt így helyre tenni, vagy te mit gondolsz ilyenkor, mit mondasz? Hát én már megszoktam. Megszoktad. Persze. De ugye, hogy kicsit ez van, hogy kitakarítod, vigyázz, csúszik, és abban pillanatban 500 diák. És a következő szünetben már nem is látszik, hogy csináltam valamit. És újra kell az egészet kezdeni. Igen, ez így van. Adrien, hát nincs könnyű feladatod. Hát, nektek sem, úgyhogy... Viszont akarsz valakivel játszani. Igen, szeretnék már régóta. Igen, régóta. Vadászol magára a játékra, vagy arra, hogy játsszál az illetővel? Hát magára a játékra, próbára tenném magamat. Még nem játszottam, úgyhogy csak így fejben magamba gondolatban. Jó. Kivel játszanál? Én Janival. Janival! No, megtisztelő, ígérem, gyorsan elveszítem. Igen, Jani mostanában picit... Nagyon béna vagyok. Igen, gyengében játszol, de nem baj, nem baj. János, nyugtasson meg, a gondolat nálam rosszabb nem lehet. De majd bebizonyítom. Igen. Úgy legyen. Na, Adri, felkészültél? Hát erre lehet? Talán igazából nem nagyon. Kicsit lélekben fel lehet készülni. Na figyeljetek akkor, menjünk, Jani, nyújtózkodtál? Persze. Bekészültél? Akkor 3-2-1 és tessék. Jó reggelt. Mivel telik a napod? Hogyan telik az én napom? Uh-huh. Hát az én napom elég zsúfolt, mint mondtam, elég korán kelek. Úgyhogy utána meg a meló. Kávéztál már? Igen. Hoppá! Ki a király? Asszony a király! Ez vagyok!
Kimutatta meg! Hagyjuk is talán szeme! Hey. Nem tudjátok elképzelni, Jani áll az asztalon, és üvölt a boldogság mámorban. Ja Istenem, végre valami. De legalább örömet szeretném. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ez nagyon-nagyon hiányzott az én megtépázott önbizalom. Ráfért a Janira, Adrián, köszönjük, hogy beáldoztad magad, mert Jani önbizalma már a béka feneke alatt volt az utóbbi hetek. Hát igen, csak egysíkú játékai után. Akkor ahol... ezen javítottam, legalább. Igen, köszönöm szépen, de tényleg. Én is. Gyerekek, 2-0-ra megyünk. 2-0-ra. Nagyon régen volt, élvezzük-e pillanatot. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és lásd, hogy mennyire hálás vagyok. Küldünk neked egy autogramkártyát, amit mind a hárman aláírunk a te nevedre, jól van? Nagyon szépen. Ezt majd én intézem. Már kicsit úgy érzem, hogy sajnálod a hallgatót, hogyha nyersz. Hát kivel vagy te? Hallgatóval nem, vagy magamat sajnálod. Magadat sajnálod? De hogy beszélne, nem, küldjön, csak már annyiszor veszted, hogy már lelkifurdalása van, ha nyer. Hát nem jó az. Nekem ez öröm, nekem ez is jó. Jó van, azért elküldjük akkor, jó? Szépen, sziasztok. Na jó van. Csáó, szia. Szép volt, Jani, köszönjük. 2-0, gyerekek, 2-0, hát mennyire kellett ez nekünk, mint egy falatkenyér. Nagyon-nagyon koncentráltam, nagyon odafigyeltem. Nem éltem volna túl, ha majd csúszítek. Hát akkor vége van, akkor soha többet nincs kedved játszani. Anett, jó reggelt, szia! Jó reggelt, hello, sziasztok! Ügyes voltál, gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Bejöttem reggel, a Portás bácsi azt mondta, piros kanapunk van ma. Piros kanapunk? Pirosban vagyok. Pirosban vagy. És amúgy piros kanap van. Piroska névnap. És ezért vettél fel pirosat? Jaj, meg azt hittem, kiszúrta a cuccadat. De tényleg. Hogy van szeme az ilyesmire. Tényleg, hát akkor nem a ruhádra mondta, hanem a piros. De mi, azzal fogod a Portás, hogy milyen névnap van? Ez milyen rossz csajozós duma? Nem? De nem engem, a Jani fogadta. Ja, tényleg? Engem akar felszedni. Akkor rád menj kicsit. Figyelj, nem lehet, hogy a teniszhíreknél mindig becsipogsz, vagy lesz, vannak teniszhírek? Most akkor ezek két héten keresztül mindig meg kell kérdezem, hogy mondasz-e teniszhíreket, nyilván mondasz. De majd fél nyolckor. Csak tegnap én a Federert felvettem, csak utána belefutott a Manet híreibe, és ugye hát Federer parádés játékkal semmisítettem a szlovák ellenfelét. Mire gondoltál, hogy majd kikap? Ja nem, csak úgy ilyenkor tudod, és már nincs is kedvem megnézni. Fölveszel egy filmet, és már nem izgulsz, és nem tudod megnézni. Lesz most is? Fél nyolckor majd lesz. Fél nyolckor, akkor most még nem kell. Játszott tegnap? Nem, hétfő játszott. Vagyis tegnap. Tehát kíváncsi voltam, figyelszem. Na jó, nem. Azt hittem, hogy meg tudsz fogni. Oké, szóval akkor fél nyolckor lesznek teniszhírek. Jó van? Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Na, megnézzük a sorozatsztárokat, hogy kikre szavaztak? Na, hajrá! Az év első igazán érdekes internetes felmérésének bizonyult az egyik legnagyobb filmes portál kutatása, ami ugye arra volt kíváncsi, hogy mely szappanopera sztár hagyott leginkább mély nyugodt bennünk az elmúlt évtizedben. Mielőtt belemennénk a listába egy kicsit, néztetek-e sorozatokat? Néztek-e? Van-e kedvenc? Volt-e kedvenc régen? Ki az, akit ha látjátok, hogy valamelyik csatornán megy, akkor úgy nosztalgikus érzésekből kifolyólag ott maradtok, leültök, végignézitek, van ilyen? Vagy volt-e ilyen régen? Nem tudom megmagyarázni, és dobáljatok meg kővel, de én annak idején szerettem a Petrocellit. Petrocelli! Az ügyvéde. De nagyon gyerek voltam én akkor. Jó régi. Az jó pofa volt a soha fel nem épülő házával, lakókocsival lakta, és mindig csak az alapok épültek cirka 23 éven keresztül, soha nem épült fel. Illetve lehet, hogy valaki majd rám cáfol egy esemes, hogy ő látta azt a részt, amiben beköltöztek, de hogy az nagyon jó pofa volt, egy vagány, olasz származású, ilyen olasz-amerikai ügyvéd valahol délen, az Egyesült Államokban, akinek van egy nagyon vagány, ilyen kis cowboy jellegű haverja, aki az információkat szerzi innen, onnan, tisztességes és kevésbé tisztességes módszerekkel, és aztán minden ügyet megold. Ráadásul a fickónak volt egy ilyen jellegzetes sebb hely az arcán, amitől egy markáns karakteres, igen, Scarface volt a srác, és tényleg jó volt, ez jó volt ez a sorozat. 80-as évek, és imádtuk. Nagyon-nagyon-nagyon, én nem pici volt, igen. Csinos volt a felesége. Neked, Jani, mi volt az, ami majd megnézzük, mindjárt, hogy benne vannak a legemlékezetesebb sorozatsztárokban, de neked mi volt? Bénz kapitány az Onidin családból. Onidin családot néztél? Mint a faterom. Bírtad a nagy barkós Onidin neked, igen? Annyira, szeretted? Annyira bírtam, hogy most valamelyik nap, aztán pont a hétvégén, valamelyik ilyen csatornán, ami a régi sorozatokat is sugároz, láttam egy epizódot. Oda kapcsoltam, és láttam, hogy ott ül.
Olin kapitány benne az irodában. És nem tudtál elkapcsolni. Egyszerűen nem tudtam elkapcsolni. Nagyon-nagyon szerettem azt a sorozatot. Most is na, tök izgalmas volt ez a rész is. Egy matróz megőrült, terrorizálni kezdett egy ilyen kis hajóinast, aztán felmászott a kötélzetre. Terrorizálni a Hanó hajóinast. Mi? Persze, terrorizálni. Hosszú volt az út, elfogyott a rum, aztán a történtek egyéb dolgok. Vagy igen. Túl sok volt a rum. Vagy sok volt a rum. Aztán és nem volt foguk a skorbuttal is. Na jó, ne menjünk ebbe bele. Igen, sokkal gyengédebbé váltak egymással. Jó, oké, nem. Bocsánat. És akkor pénzkapitány hozta a puskáját, de volt ott egy nagyon bátor utas, aki aztán lekaratézta a keresztvitorláról, vagy mit tudom én miről. Úgyhogy jó volt, az nagyon rendben volt. Meg hát, ugye, ki más, mint Boga Jakab, a tenkes kapitány. Na jó, persze, ja, igen. Hát, na, mivel én egy kicsit fiatalabb vagyok, nekem már más sorozatok jutottak, mint a Petrocelli, meg mit tudom én, ez, emlékszem, de hát azért nagyon gyerek voltam. Emlékeztek még ti például a Dempsey és még Peace sorozatra? Hogyne. Hát nincs de meg Dempsey és még Peace, és nincs meg belőle az a gyönyörű szőke csaj, az én korosztályomból szerintem minden Dempsey. Pasi. Dembski-t mondtam? Úgy nyugtassatok meg, nem Dembski-t és még Piszt mondtam, ugye? Picit úgy érzem, hogy azt Dembski mondtam. És még Piszt, tényleg ezt mondtam? Most nem emlékszem. Jaj, elmúlt a gyermeki ártatlanságom, most már Dembski-t mondok. A Dembski nekem is beugrott. Dembski és még Piszt. Gondolkodom, nem ő volt az a gyönyörű szőkelő. Akkor Dembski, vagy nem, már nem tudom, hogy hívtam, mindig Dembski-t akarok mondani. Úgy értek, Dembsej. Igen, Dembski és még Piszt. Nincs meg, Feri? Egy olyan helyes szőke csaj volt benne, hogy mindig a bátyámmal néztük, és izgalomba jöttünk, de nem olyan izgalomba, csak nagyon örültünk, és bögdöstük egymást. Nem volt, te hülye. Ráztam, hogy figyelj, ott van, és így versenyeztünk érte, és emlékszem, hogy egyszer a bátyámmal csináltuk. Nézd meg, tehát most már ne, de ne rögjél ki, mert most már valószínűleg nem lesz szép. De képzeld, hogy annyira oda voltam érte, és annyira oda volt érte a tesóm, hogy csináltunk az ő szobájába egyszer egy divat bemutatót, és azt képzeltük el, hogy Dempsey a zsűri. Érted? Hogy ez anyuk durva. Olyan frizurája van, mint egy lelakott spániel. Ne bántsátok, ő az én nagy szerelmem. Dempsey és mégpisz mindenki nézze meg, gyerekkoromban nagyon szerettem. Én már nem tudom, hogy az a sorozat alapjából miről szólt. Ők azt hiszem talán rendőrök voltak, és akkor nyomoztak. Igen, vagy fegyverrel állnak a képen mindketten. Igen, fegyverre, igen, ők rendőrök voltak, nyomoztak. Na, de melyik volt? Muti a csaj. Hát a Dempsey a csaj, nem? Én nem tudom, ki volt a csaj, vagy Dempsey, vagy a mégpisz. Nagyon ronda? Nem. Ne, hát ne, helyeske volt. És... Na de várjál, melyik volt Dempsey, és melyik volt nem Mégpisz? Nem, hát fogalma, nem emlékszem már rá, hogy ki volt a Dempsey, és ki volt a Mégpisz. Hogy most melyik volt a fiú, és melyik volt a lány? Hát a szőke volt a csaj. Nem egy szőke. Ahogy egyiket ismerlek téged, tuti, hogy a Tamás volt az, aki a pasért rajongott, miközben azt hitte, hogy az a nő. Mert elhitetted nem. Vele, hogy az. Mind a ketten szerettük azt a csajt nagyon, és mondom annyira, hogy egyszer csináltunk neki egy divatbemutatót, amit csak azért csináltunk, és ott jöttünk, mentünk a szobába a tesommal, különböző ilyen göncökbe, és azt képzeltük, hogy a zsűrizik bennünket, hogy ki a jobb, érted? Volt egy poszter a falon? Vagy nem tudom, hogy volt egy, én már arra nem emlékszem, csak tudom, hogy ezt neki csináltuk. Tehát, hogy mi azt képzeltük, hogy ő ott van velünk. De ki személyesítette meg? Senki. Nagymamád. Igen, persze, beültettem a nagymamámat. Mami, illetve még Pisz. Hogy tetszett az előbbi ruhakörgen? Mi az ennyi volt? Nagyon jó volt, gyerekek. Nem volt ilyen. Csak őt például nagyon szerettem. Aztán, hát szomorúan kell konstatálnom, hogy nincs rajta a listán, de egyébként nincs rajta Petrocelli se, az az igazság, és Buga Jakab sincs a listán. Úgyhogy gyerekek, mi nem vagyunk túl jók. Kocsák rajta van. Igen. Ugye teljesen közhelyes módon Peter Falk Kalambó nyerte. Én egyrészt nem láttam. De komolyan, pedig engem irritál. Irritál. Micsoda kalambó. Képzeld el, hogy igen. Hogy lehet egy nagyon jó, átlagos ember, akinek van egy rossz autója, egy balonkabát. Nem tudom. Ez az, nem ez tudtam az, megfejteni. Minden alulöltözött egy gyűlöl. Nem szeretem az átlagos embereket. Nem, tényleg nem erről van szó. Nem tudom, nekem nem tetszik az, ha valaki túl okos, és mindig rájön, és már én sokszor a rablónak drukkoltam, amikor egy-egy ilyen szösszenetet így megnéztem, de én egy kalambót nem néztem végig. Tehát nem tudom, csak tudom, amit ti elmondtok meg, amit lehet, és
sosem mutatják a feleségét, igen, mit tudom, róla. De mindig jött vissza, és az az idegesítő, tudod, én azt képzeltem, hogyha én bűnözőnek, én már úgy kiraktam volna. Én már úgy megmondtam neki, hogy fia, öreg, told aréba bringát, ne itt kérdezősködj, jó fenékbe is rúglak, nem jöhet vissza, rátettem a heveder zárat. Tudod, mindig visszajön, mindig kérdez még valamit. Ő nyert egyébként, én nem szerettem. Kalambó, rajongók? Vagytok, hát, tehát szeretitek, nézitek? Igen, igen. Mindig, ahogy csőbe húzza, tudod, aha, hogy eljátsza azt, hogy ő nem tudja, hogy miről. Idegesített. Valószínűleg az, hogy annyira húzza. Okos lehet, hogy az, hogy irigykedtem. Állítólag őt egyszer igazoltatta a rendőr, és nem akarta elhinni, hogy ő Peter Falk. Nem tudom, ez lehet, hogy csak legenda. És kivette az üvegszemét. És üvegszemét megmutatni. Tényleg? Igen. Jó, kivette... csak beletanulni. Nem, tényleg kivette. És ez mit bizonyít? Rossz a látása, és... Akkor nem vezethet szájjon ki. Egyébként tényleg, hogy lehet jogsia? Hát lehet, hát nem tudom, hát tud vezetni azért. Hát most ebbe csukom a félszemem, azért még látok. Csak a periférikus látásom kicsit lecsökken. Ugyanúgy Londonban, mint New Yorkban? Tehát azért nem mindegy. Ugyanúgy nem látsz a félszemedre Londonban. Jó, igen, csak az egyik oldalon, ugye bal oldalon, a másik oldalon, meg jobb oldalon. Tehát azért ez nem mindegy. Ja, nem látsz, hát most hát azért látsz. Hát. Sűrűbben forgatod a fejed, hát nagy volt a, nagy volt a nyakforgató izma valószínű. Na, szóval ő az, aki vezet. Peter Falk, tök uncsi karakter szerintem egyébként. Én nem szerettem. De sokan szeretik. Larry Hagman, Jockey Ewing végzett a második helyen, hát azt gondolom, hogy jogos, sokkal összetettebb, indokolt, izgalmasabb, és egy jobb karakter, mint a baromi unalmas Peter Falk. És Hugh Laurie, vagyis Dr. House lett a harmadik. Az viszonylag friss pedig. Igen, 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 de mégis így beégett. Aztán ott van még Xena, hát fogalmam nincs, hogy ki ő. Egy ilyen fantasy sorozat. Fogalmam ja, nincs. Dehogy nem, egy nagyon tehetséges lány alakítja Xena. Hát én azt néztem annak. Feri ebben a pillanatban megsimogatta így mell magasságban magát. Tehetséges? Egy nagyon tehetséges, jó? Barna hajú. És miről szól, vagy mit csinált Xena? Tényleg szépen egy picit ilyen misztikus környezetben van elhelyezve mindenféle szörnyek. Nem ő az, aki mindig ilyen bőr cuccokban, mindig látod és arra gondolsz, hogy most már 4 óra elforgatják, akkor kicsit be van oda úgy pálva, nem ez? Én erre sose gondoltam. Nem? Meddig forgatják. Ilyen csillogó bőrszerkó van, mint egy barna bőrszerkó. Vagy ilyen barna bőrszerkó, mint éppen akkor jött volna valamilyen domina jelenet. Igen, és karddal pusztítja az ellen. Eleve egy nő, gondoljatok bele, aki mindenkit lemészárol, hát tök fura. Nem szeretem a női szuperhősöket. De van benne egy gyengeség és megértés is, meg a szerelem lángját úgy néha látod fel buzogni a szemében. Igen, gyönyörű nő. Nem, nekem ez kimaradt. Ott van El Bundy. Hát, jó. Gyerekek, jó. Sajnálom, hogy csak az 5. helyen végzett tényleg. El Bundynak le kellett volna nyomni a Peter Falkot. Aztán Walker, a texasi kopó, Kojak, Knight Rider, Vágási, oppá! Vágási Feri a 10., ő az egyszer magyar, aki egyébként a 15-ös listára felfér. Na, ez igen. Vágási Feri. Mondjuk, bocsánat, a Walker, texasi kopó, azért ne felejtsük, hogy Chuck Norrisról van szó, aki egy másik listán pedig egyedül van. Mert hogy ő egyszerűen felülmulat. Az első 100 helyen ő van. De Vágási, Vágási Feri nagyon jó volt. Egy picit meglepetés számomra. Hogy került ő oda? A magyar szavazók bejuttatták Vágási Ferit? Igen. Óriási rajongó tábora lehet. Én azon csodálkozom, hogy a magyar szavazók csak őt juttatták be, azért volt egy-két, legyünk őszintén. De szomszédokból tettél volna még be valaki? Nem úgy általánosságban. Azt gondolom, hogy a magyar az egy nagyon komoly szappanopera rajongó, szerető nemzet, uh-huh, nem? Hát azért, legyünk őszintén, egy Natalie Oreiro, vagy egy Lucilia Santos, hát így gyakorlatilag nemzeti szimbólumoknak, egy vadangyal, vagy egy Izaura, ugye? Ki volt az Izaura? A Lucilia Santos. Lucilia Santos. Ez az igazi neve a színésznek, hogy Lucilia Santos? Igen. Ő vak volt, vagy béna, vagy mi volt vele? Nem, kancsal volt egy kicsit, de nem volt se semmi baj. Nem volt semmi baj? Nem. Volt, vagy béna. Nem, az a kuntakinte, amire te gondolsz. Igen, de ő is egy de hát neki is volt egy ilyen munkakörből adódó baleset. De nem az Izaurát erőszakolták meg mindig egy pajtában, ez nem az? Mindig? Valamivel kevered. Voltak neki ilyen filmjei, de már az Izaura után. Ja, az Izaura után, aha. Tehát, hogy utána már ő csinált egy-két ilyen erotikusabb töltetű filmet, valószínűleg az elsőt nem mással, mint Leoncio. Leoncio, tényleg. Volt, David Hasselhoff és David Duchovny is ott van még, mint Mulder ügynök és Mitch Buchanan. David Hasselhoff, Mitch Buchanan. Igen, Mitch. A Mitch nem az apró termetű fiú volt? A fekete hajú? Nem, ő Yoda.
Jó. Egy baromi nagy fénykarddal a kezébe. Mitch Buchanan, igen, ő a B-vecs sztárja. Ott van még a Magnum és Kenny a South Parkból. Tehát körülbelül ez a 15-ös lista. Nagyon jó, nagyon jó. Impozáns lista. És itt Vángási Feri fölkapaszkodott a 10. helyre. Hát, hogy egyáltalán bekerült, az is csoda, de ez a 10. hely, ez gyönyörű. És hogy szerepel rajta? Steve Vágási? Nem csak Károly. Ja. Vágási Feri. Hát szerintem összekeverték a nemzetközi... Steve Cutter, nem? Valami a nemzetközi piacon a Nem csak miatt. Nem csak? Nem csak Károly, de hogy kivel keverték össze? Hát ja. Kivel? Hát szerinted, hát van az a vicc is, tudod, hogy Chuck Berry-nek van a gyereke. Chuck Norris-ra akartak szavazni. Chuck Norris és Chuck Berry-nek a féltestvére nem Chuck Károly? Jézus már. Na, csináltunk egy ilyen kis megemlékezést mi Vágási Feriről, hogyha a mai generáció esetleg nem tudja, hogy ki ő, mert a mai fiataloknak a szomszédok már nem sokat mond, már nem megy, nem lehet nézni, ugye, sajnos az Enyészeté lesz Alma, az Enyészeté lesz, mit tudom én, Julcsi. Almából komposzt. Igen, Julcsiból, Julcsi néni. Szóval, hogy szépen lassan, ugye, hát ez ránk is ezzel mindenki megöregedik, és a fiatalok elfelejtik azokat a végső záró mondatokat, amivel mint egy összegezve, hát a szomszédokban életbölcsességeket próbáltak nekünk lesrapált magyar lakosságnak a fejünkbe verni, hogy még van remény. Emlékeztek azokra az életbölcsességet? Lehet azokat elfelejteni? Á, ne vicc. Hát nem tudod. 3 perc, már ment a stáblist, és mindenki belemondta a kamerába. Emberek ezrei lettek azokban a pillanatokban, szerintem öngyilkosak. Tehát a statisztikai hivatal így látta a görbéket, hogy mindig akkor ugrottak le nagyon sokan a 10-ről, amikor ezek a mondatok voltak. Addig se volt jó élni, de ezt megnézted, nem akarták. 2 hetente csütörtökön az ország fele meg akart halni. Nem? Hogy de nem ez volt? Végignézted egy szomszédokat, szeretted, de nem akartál tovább élni. Pedig iszonyatosan magvas gondolatok voltak. Iszonyatosan magvas. Amióta a világ, a szegényeknek mindig kevesebb jutott, mint a gazdagoknak. Köszönjük szépen! Köszönjük, igen, ezt most miért? Na, de jó volt, ugyanakkor tudom, hogy mi is letelepettünk, néztük, családot ült, csütörtökönként, ugye 2 hetente, igen. Azt hiszem így volt. Tehettél mást? Kiürültek az utcák? Nem, hát voltam csak egy szobát fűtött. Be voltam kényszerítve a szobába, igen. Na, nézzük akkor a Vágási Feri, hát best of, így is lehet mondani. Vágási best of, hogy miről emlékezetes ő, milyen mondatokat mondott. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. Ha ez nem sikerül, akkor is legalább haza tudok szólni, ha valami külön munka közbe jön. Az egész nyugdás nem húzhatok haza néhány kis munka. Előtte azt nem. A lakás. Ha lenne 10 000 forintom, holnap megvehetném a géphez ezt az új eredeti Microsoft Windows 95 programot. És akkor dolgozhatnék itthon is a benti munkáimon. Sőt, egy csomó más csodát is művelhetnék. Ha szépen megkérsz, karácsonyig összelopok, csalok ennyi pénzt, és ez lesz az ajándékod. Aki egyszer belekóstolt abba, hogy mit jelent egy jó számítógép, és mondjuk belépett vele a világhálózatba, az átéri a század csodáját. Az a kár, hogy a számítógép nem tudja megjavítani például az iskolában a padokat, vagy a levert csempét. Vagy esetleg olyan is kapni, ami elbűvöli az önkormányzatot. De hát ezt elviszem el. De hát erről szól, tehát mekkora ötlet, az utolsó 3 percben mindenki összegzi. Na most, ha vagy a műsor producerének, vagy magának Vágási Ferinek, volt valami biznisze. Az biztos, hogy ott ez az operációs rendszer gyártó cég egy kicsi borítékot juttatott a zsebbe. Valami kizárólagos forgalmazó volt ilyen szoftvervonalon, az egészen biztos, mert ennyiszer nem lehet egyébként szóba hozni. Ma már egyébként ez egyszerűen elképzelhetetlen. És már akkor elhangzott, hogy jogtiszta hallotta. Igen. Egy jogtiszta szoftver kell neki. Érted? Tehát amivel Feri, be tud lépni a világhálózatba. A hálózatba, igen. És Vágási Feri a becsület mintaképe itt megint megmondja, hogy ő nem lop ilyen programot, hanem megveszi. Tessék, ezerért. De ez a bűnöző feleségét nem hatotta meg. Igen, hogy ő majd összelopcsal majd 10 000 forintot, és abból majd vesz. Fény, nagyon komoly, a világhálózat. A világhálózatba belép. És hogy mondta, hogy és még csinálhatnék ezt a számos csodát? Vagy hogy mire gondolt itt pontosan? Hát körülbelül akkor érkezett meg az internet, nem? Hát én 95, akkor kezdtünk el azzal barátkozni, hogy mi is az. De hát akkor még nem lehetett fönt egyetlen forró rágógumi epizód sem, amit... Hát akkor Feri szívesen megnézett volna egy főt. Még dolgozom, drágám! Arra neked ki volt a kedvenc? Akár a szomszédokból, akár mint sorozatsztár volt valaki? Sorozatsztárból, nem tudom, emlékeztek-e a Mission Impossible sorozatra, amiből készültek a Tom Cruise filmek. Az alapvetően egy sorozat volt, és abban volt egy szép fiú. Nem tudom, hogy hívták. Ilyen oldalra fésült kis haja volt. Na, azt kiderítem a hírek alatt, megnézem, milyen ízlésed van. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekem. Meg a Rendőr Akadémiából, hát nem klasszikus sorozat, de hát a Mahón.
Mahoney. Tehát teljesen bele volt. Ki volt? Mahoney. Mahoney. Egy ilyen izé szép fiú volt az is. Szép fiú. Tehát akkor te szép fiúkra mentél rá. Igen. De miért nem Hightower-re? Ízlésedet ismerve inkább Hightower-ra volt az, aki... Nem, félelmetes volt. De, hogy is. Meg a Dallasban nagyon szívesen néztük a szép nőket, hogy hogyan vannak kisminkelve, milyen a frizurájuk, milyen ruhát viselnek. Azt imádtuk a nővéremmel, Pamelát, Lucyt. Igen, csak az volt a furcsa, hogy amikor felkeltek az ágyba, és kértek Halloweenben a szobában, akkor is mindig ki voltak sminkelve, és be volt lőve a hajuk. Mindig jól néztek ki. Mibe aludtak, inkubátorban? Ott mindig jól néztek ki, de tényleg. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na, hallottátok, gyerekek, más? Megszökött egy gólya, hallottátok? Igen. Elrepült. Hát mennyire helyes kis sztori, hogy leszállt, meggyógyították, és tovaszállt. Milyen romantikus, nem? A Noéból, a Noé állatotthonból. Az egy nagyon-nagyon jó kis hely. Tényleg ott példaértük, ahogy bánnak az állatokkal, olyan, mint hogyha a paradicsomba kis túlzással nyilván, de hogy ott a Bibliában, hogyha belelapozza az ember, akkor így olvasgathatja, hogy hát ott az állatok így egymás mellett, szépen, békében, barátságban érdegéltek. Na, most a Noé ez pont ilyen. És a gólya az egyszerűen csak fogta magát, azt mondta, hogy köszönöm szépen, gyerekek, vége van, akkor én tovább megyek. Na, bocsánat, elég volt a szállásból. Tehát, hogy ha meggyógyítasz egy állatot, amely röpképes, akkor nyilván tovább röpül. Tehát ki kezd volna fizetni a szállást? Vagy hát igen, két volna egy számlát, kicsekkolt volna legalább rendesen, nem? Azt mondta, hogy segítsetek a podgyászomat levinni a recepcióra, és akkor szépen utána elszállt volna, legalább mondott volna egy köszönömet. Hova megy ilyenkor egy gólya? Ők ilyenkor még elköltöznek? Hát tehát most ilyenkor már esélytelen szerintem már el kellett volna, igen. El kellett volna. Igen. Mondjuk lehet, hogy a meleg most megzavarta a hétvégi meleg, és azt mondta, hogy jó idő van, akkor elmegyek haza. De hát Afrikában, nem? Hát ne, azért mondom, hogy tavasz, nem, akkor megkeresi magának a természetes élőhelyeit Magyarországon, ha tavasz van, mert ilyenkor tavasszal ők már jönnének vissza a Nílus partjáról. Én az állatkertben látok mindig gólyákat, és azon gondolkozom, hogy az hogy van, hogy amikor ott, mit tudom én, a gólyát megfogják, akkor mit csinálnak vele, hogy nem tud elrepülni? Pici láncot nem láttad a lábán? Nincsen. Nincsen, persze, hogy lesz. Nincsen, de hogy miért nem repül el? Hát mert még a magyar gyerek gyógyítja. A magyar gyerek gyógyítja, a török gyerek már vinné, a magyar gyerek, mert nem úgy van, hogy kihúznak valami tollat. Nekem anyukám mindig azt mondta, hogy ugye vannak ezek a repülő tollak, amik ahhoz kellenek, hogy a gólya tudja repülni. És azért marad a gólya a földön, mert az állatbarát, állatgondozók kihúznak neki egy tollat, és akkor nem tud elrepülni. Egyébként értitek, mit kérdezek? Teljesen egyszerű a dolog, de hogy ott van a gólya. Nálunk meg mumus volt a szekrényben. Nincs fölötte rács, tehát nem úgy van, mint a keselyük, ugye, hogy mit tudom én, ilyen rácsos fedél alatt üldögélnek. Miért gondolja a gólya, hogy neki olyan jó az állatkertben? Valószínűleg nem tud elrepülni. Na de miért nem tud? Hát nem törik el minden héten valószínűleg direkt a szárnyát, hogy ne tudjon elrepülni. Nagyon jó a kérdés. Én cirka egy hónappal ezelőtt voltam többek között a debreceni állatkertben is, és ott egy rakás gólya volt. De nem volt fölöttük rács? Nem. Akkor hogy csinálják, hát, hogy elrepüljön? Van viszonylag meleg víz, ami nem fagy be, kap enni, hova menjen? De szerintem a gólya az egy ilyen menekülő állat. Hát a gólya nem szereti, ha bámulják, simogatják, fogdossák, fotózzák, ő szíve szerint repülne. Tehát mit csinál a gólyával, hogy ne tudjon elrepülni? Lehet, hogy édesanyját teóriája a helytálló, ez a toll kitépős. Hogy kitépnek egy tollat? Gyerekek, ha mi pandát akarunk idehozni, akkor ez egy megugorható kérdés, ezt nekünk tudni kell. Hát sokkal nagyobb fába vágjuk a fejszénket. Pandát szeretnénk idehozni, közben azt se tudjuk, hogy mitől marad a gólya a helyén. De a panda nem repül el? A panda nem repül el, de milyen állattartók leszünk mi, ha nem ismerjük eléggé az állatokat? Hát hogy kapunk majd mi pandát? Ha nem tudjuk, hogy egy nyomorúságos, aranyos kis gólya mitől nem repül el mondjuk a fővárosi állat kertből. Anyukád ezt honnan tudta? Én nem tudom, de lehet ez olvasott, művelt, intelligens, oké. De hogy ez valami Gerard Darrell? Nem, valószínűleg ez csak a mese része volt. Hát hogy magyarázza meg a gyereknek, hogy miért nem repül el a gólya? Azért nem repül el a gólya, mert minden nap jön egy gonosz gondozó, és jól eltöri a szárnyát. Hát ezt nem mondhatta. Ez apád verziója. Ez apukám mondta mindig, igen. Apa, menj apádhoz, kérdezd meg. Egy kalapáccsal. Az inakat a lába. És egy kalap. Ne, hagyjad, ne mondd, ne traktáld a gyereket hülyeségekkel. Na, de tényleg, tehát mi történik? Ugye milyen egyszerű kérdések mellett megyünk mi el a hétköznapokban, és nem tudjuk megválaszolni, hogy egy rabságban szenvedő gólya az miért nem gondolja, hogy tudjátok mit?
ezt nektek, csinál kettőt, és már is repül, mondjuk Afrika felé. Ott ül, és próbál hülyén nézni a látogatókra, hogy nem kérek több zócsemegét, ne dobjatok nekem. Nem eszem zócsemegét. Amúgy se eszik szerintem. Ezt egy ember válaszolhatja meg. Az az ember, akinek az apukája már nagyon sok gólyát lőtt le ártatlanul. Ez az ember pedig Anett. És akinek madáretető van az erkélyén, méghozzá kettő is. Te madár szakértő, mondd meg. Oké, ez a gólya elszökött, nagyon helyes, ugye elrepült, keresik egyébként. Na de egyébként a normál gólyák miért nem repülnek el az állatkertből? Azért, ahogyan Fekete István is írta a Kelet cím regényében, mert hogy nagyon-nagyon jól gondolt, hogy jól mondta anyukát, hogyha megsérült egy madár, és azt fogságban tartják, akkor visszavágják a szárnyát egyszerűen. Tessék! Hogy ez ne tudjon elrepülni. De az ő milyen? Érdekében, az kinő neki. Tavaszra az kinő neki, hogyha mondjuk tél őszre. Én az állatkertben akkor sérült gólyákat látok? Azt nem tudom, hogy... Ugye? Ne. Mert ott nekem egészségesnek tűnnek. Jönnek, mennek, gólj, gólj, ezt csinálják. Gólj. Kelep. Jön, megy. Miért lenne sérült egyébként? Te se vagy sérült, sőt, felszabadult vagy, miután eljöttél a fodrásztól. Érted? Lehet, hogy neki is jó ez. Sokkal jobban érzem magam. Na, ezt fejtsd meg, te vidéki. Így van. De most ezt jó értelemben mondom, azt, hogy mit a gyerekként, hát én nem tudom, hát én pesti vagyok, hát el voltunk vágva az állatvilágtól, hogy ezeket megtapasztaljuk. Hát csak persze, a csótány. Csak a csótány volt, igen. Hát. Ja, igen. Meg a sok patkány, a pici. Mi meg szombatonként a kert végében gólya szárnyakat vágdostunk. De legyen, már mindig hozott valamit apát, hogy lássad, hogy tanulj el a világból. Na, ma lőttem neked egy gólyát. Na, ez meg a rétisas. Ez meg nem tudom, de nagyon tiltakozott. Csak elolvastam ezt a hírt, és ezen filóztam, hogy az állatkerti gólyák jutottak eszembe, mert ő is elmenekül. Hát akkor miért nem menekül el a többi gólya? Marcsi írja, hogy a függőleges vezérsíkot hazaverik. Nagyon jó, egyébként szellemes. Le van vágva a tolluk, tényleg, puszi Andi, akkor ez lehet, hogy visszavágják a tollukat, és pici apró tollal, gyors szárnycsapásokkal kellene repülni a gólyának, és azt mondja, akkor inkább nem repül. Mint a kolibri. Nehogy összekeverik egy veréppel. Igen. És azt mondja, hogy én gólyának születtem, akkor inkább nem repülök. Ez az oka. Hat egy mutáns. És képzeljétek el, hogy a tolasztiszta mellett Bodrog Kisfaludon, vagy Bodrog Keresztúron, pontosan nem tudom, hol van egy nézzük gólya, majd utána. Ami 5 éve itt telel. Nem költözik el soha ősszel. Ő annyira szeret itt lenni, hogy itt maradt télen. Egy összezavarodott gólya. Igen. Nem lehet, hogy csak nincs útlevele, vagy? Nem, konkrétan körözik, és nem meri elhagyni az országot. Mivel ez a település egyetlen látnivalója, valószínűleg a polgármester mindig éjszaka felmászik és levágja a tollait, nehogy véletlenül el tudjon repülni. Nézzék meg, az 5 éve ellenvándorló gólya meg hülye, vagy mennék, hát nagyon mennék, de mindig visszavágod a szárnyamat. Hát hogy menjek így el? De tényleg, mert ő benne volt a hírekben is, szóval ez jó reklámfogás. Valami ilyes, nem repül el, nem tudjuk miért. Gyerekek, itt a Dányból! Telefonált, itt van, kapcsoljuk be, látja az eltűnt gólyát, és kérdezi tőlünk, hogy mit csináljon. Megvan a gólya. Ugorj rá, teperd le! Ica, hello, jó reggelt! Jó reggelt, Balázs, Ica vagyok Dányból. Ica, te tündér, látod a gólyát? Igen, így sétált, mondjuk hogy most néz nem ki? Voltam még kint, de tegnap péntek óta. De mondd el, hogy néz ki, hogy tudjuk, hogy... Itt sétál a patakba. A patakba sétál. Úristen. Igen, itt nem messze a házunktól van egy patak, és ez állandóan tele van vízzel. Na várjál, Ica, mondd el, hogy néz ki, hogy biztos, hogy gólyát. Hát biztos ilyen vékony, hosszú lába. Hát az még lehet a Lajos a szomszédból, aki mézbe lépett. Egy fehér madár, hosszú csőre, hosszú lába, szegény. Na, van benne sétálgat fekete is? Már napok óta. Fekete is van benne? Nincs benne, ez tiszta fehér. A tiszta fehér. De hát a gólyának a szárnya vége fekete, igen, nem? Mikor szökött meg ez a gólya? Ez olyan szombat, péntek óta, de hallottam tegnap a rádióba, és most hallgatlak benneteket, ugye reggel óta már. Ezt hallgatom, és mondom, fölhívom, mert úgy sajnálom, szegény már. Azon gondolkoztam, kit kéne fölhívni. Ica, és ki tudsz menni hozzá egy picit? Mi? Kérdezze meg, hát, hogy van. Hát, mi? Csináljon vele így. Elmegy, mert tegnap is oda mentünk, és fél. Fél. Édesgesd magadhoz, van otthon béka? Ott biztos van a patakban béka, mert hát folyik a és ez az a gólya lehet szerintetek, ami megszökött a Noé állat otthonból? Én milyen kicsike. Ica, te honnan telefonálsz? Én Dányból telefonálok, Dány. Az jól tudom, Péccel felé van? Péccel, igen, Iszeg, igen. Tehát nincsen nagyon messze. Akkor ez lehet az a gólya. Ez biztos, hogy az ilyen vékony lába. Én arra gondolok, hogy gólya. Nagyon rá vagy állva a vékony lábakra, Ica. A vékony láb, igen. Nagyon sajnálom, szegény, mert úgy fázik, hogy reszket.
De hát benne áll a patakba, hát mondd meg lila a szája. Igen. Lila a szája, igen. És most mi a terved, Ica? Megpróbálod befogni? Hát nem bírom befogni, hanem hogy. Csak hát ha a Noi állatról kizéből eljönne valaki, és akkor... Hát dobj rá pányvát. Jó, oké. De szerintem tényleg jó lenne, hogyha a Noi állatotomból valaki akkor megtekinteni a golyát. Nem, amilyen, na, hello. Igen, de hát nem lehet közel menni, mert elszáll. Uh-huh. Tegnap ma ott járgáltunk, mindenki megáll, nézi, gyerekek. Mindenki. De helyes. Gondold, hogy tudja, hogy a társai Afrikában mulatják az időt, piknikelnek, hát szombréróba pihennek, iszák a koktélokat, igen, tök jól vannak, igen, ő meg ott áll dányba, egy patakba. Igen. És gondolja, hogy gyerekek, valamit nagyon eltájoltam. Nem tudom, hogy kerültél vagy most, de itt van, itt járkál a patak. És iszonyú nehéz lett befogni. Mit mondasz eleve egy gólyának, hogy legyen benne bizalom, érted? Hogy mit tudom, hogy Csabának írt, Csaba, oké, megismersz, én vagyok a gondozott. Nézd, leteszem a fegyvert, nincs nálam semmi. Hagyj menjek oda közelebb, hadd beszéljek veled. Na, dumáljuk, ne repülje. Hát mit tudsz csinálni? Semmit. Söréttel alá pörkölni. Nem tudom, hogy mit kéne vele tenni, enni, adni, vagy mit adni. Mit teszik egy gólya, gyerekek? Anett, hát te vagy az, aki tudod. Békát. Az biztos, hogy tányérból nem tud enni. Lehet ez egy buta sztereotípia úgy, hogy mit tudom én, a tehén meg tejet iszik, ugye? Hát azt gondoljuk, de közben nem, hát vizet iszik. Gondolja ezt a hülyeséget. A gyerekek azt gondolják, hogy a tehén tejet iszik, de a tehén vizet iszik. Hát lehet, hogy a béka utálja a gólyát, nem eszik béka. Vagy a béka. Tegyél ki neki egy kis pörköltet, kis kegyeret, honnan tudjuk, lehet, ez már egy ilyen modern gólyá. Lehet, hogy már békát. Génkezett szója. Például. Jó van, figyelj, Ica, tarts ki akkor, tarts szemmel a gólyát, és akkor mi szólunk a Noi állatotthonnak, hogy menjenek el arra. De hát már meggyógyították, vagy nem gyógyították meg? Hát meggyógyították, és így lépett meg. Igen, most hallottam tőletek a rádióban, mert ugye reggel óta ezt hallottam. Reggel óta. Bennetek nagyon jók vagytok. Hallottad Vágási Ferit is? Igen. Szerette is? Szerette. De hallom a hangján. Kedvenced volt. Jó van, Ica. Na, puszilunk akkor, köszi. Köszönöm, sziasztok. Csáó, szia. Húha! Na megoldottuk, gyerekek, az eltűnt gólya rejtély előkerült akkor, tehát dányban van a gólya, és jól érzi magát, köszöni szépen, áll egy patakban. Képzeld, mire elindulna, menne Afrikába, a többieket találkozna már, jönne vissza, és mindig egyedül lenne. Megérkezne Afrikába, ott lenne, addig a többiek itt vannak, és folyamatosan keresni a barátait. Nem kéne szólnunk a Noi állatotthonnak, hogy induljanak? Hát de tényleg egyébként csörögjünk már rá. Fölhívtad őket? Na, az nagyon. Szerinted elindulnak egy gólyájuk? Persze, hát ez az ő gólyájuk egy kicsit. Szeretik. Igen. A Noi állatotthon alapítvány munkatársai kérnek minden állatbarátot, hogy aki látja a télen szokatlan látványként felbukkanó gólyát, esetleg meg tudja fogni, azonnal értesít az alapítvány. Itt van egy telefonszám. Hívjuk, sörögjünk rájuk. Most ott... Mondjuk meg, hogy megvan a béka? Hát, nem a béka. Nem, inkább béka, vagy a gólya. Gólya. Elvizes, kérek, megvan a béka. Ha ott a gólya, a békára is van. Nem merre megfogni, áll a patakba. Hogy áll a patakba egy béka? Na, többé-kevésbé biztos, hogy ez egy gólya. Mondjuk azért vigyázni kell, mert ha mégis egy kűszvágó csér, akkor azért, igen, érted, abból azért nagy gond lehet, ha oda megy hozzá. Hát hívjuk fel, megmondjuk, nem tudom, hogy ki ő. Szóra. Akkor meg. Annyira örülök, hogy megtaláltuk ezt a gólyát. Békát. Nem. Elnézést, megvan a béka. Igen, a VV-ből, a tréfamester. Béka, a villatréfamester. Gyerekek, a Noi állatotthonban nem dolgoznak ilyen. Reggel, Kinga. Halló, jó reggelt kívánunk. Kinga, Sebessén Balázs vagyok a Morning Show című reggeli műsorból, a Rákóczi Feril és a Vadó Janival, te pedig élő adásban vagy. És jó reggelt. Jó reggelt, szia. Figyelj, megvan a gólya. Hú, de jó hír. Köszönöm. Na jó, van, ezért csörögtünk. Szia. Nem, képzeld el, ugye tőletek eltűnt egy gólya. Így van. Megtalálták dányban. Ica azt mondja, hogy ott áll a patakban. Ott áll a patakban? És a gólya nem messze tőle. A gólya pedig, igen, a gólya pedig nézi, ahogy Ica áll a patakban, és nagyon fázik. Nem, ezt most komolyan mondom, úgy tűnik, mint a tréfálnánk, de nem. Megvan a gólya, dány, Pécel felé, állítólag áll egy patakban. Ez egy természetes viselkedés egy gólyától, hogy áll egy patakban, és néz. Dány mellett. Abszolút. Természetes. Mit mondjunk Icának, hogy nehogy megtámadja a gólyát? Tehát menjen ki, fogja meg, oda mentek, föl akarod hívni, tehát hogy hozzunk össze benneteket, hogy meglegyen ez a gólya?
Hát mindenféleképpen szeretnék beszélni vele, hogy pontosan megtudjuk, hogy hol is áldogál a patakban a gólya. Várjál, beadjuk neked icát, jó? Jó, köszönöm szépen. Beadjuk, mert akkor meg tudod nézni, hogy hiteles. Én nem tudom eldönteni, hogy most gólyát lát, vagy kócsagot, vagy a Lacit fehérbe öltözve, aki kicsit sokat ívott és áll a patakban, nem tudom. De mindjárt megnézzük. Ő mondjuk azt mondta, hogy ez teljesen fehér. Hát a gólya az nem teljesen fehér. Aha. Jó, figyelj, akkor várjunk egy kicsit, gyorsan lemennek a hírek, és akkor utána összekapcsolunk téged icával. Csak még egy fél mondat erejéig, jó? És akkor, jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor mindjárt visszahívunk, jó? Köszönöm szépen. Oké, puszi, szia. Hello. Gyerekek, mire jó egy rádióműsor? Nagyon jó. Teljesen spontán. Én nagyon örülök. Megtaláltuk ezt a gólyát. Én izgultam egyébként. Nem éreztem a hölgy hangján, hogy hívták a állatotthonos hölgyet. Kinga. Hogy veszélyes lenne. Hát már, az hogy, meg, hogy azt a nagy fellendüléssel, lelkesedést. Nem hiszi biztos még el. Biztos akar menni. Jó, ez egy vilám reggeli ébresztő műsor, tehát, hogy... Jó, figyeljetek, összekapcsoljuk icával. Én kíváncsi vagyok, hogy egy állatbarát, egy állatotthonból hogyan teszteli le icán, hogy valóban gólyát lát-e. Mi nem tudtuk ezt kideríteni. Hát, ha majd keresztkérdésekkel icából ki lehet szedni, hogy az ott valódi gólya-e? Vagy esetleg összekever egy más madárral. Hát nem tudjuk. Nem? Lehet, hogy egy daru. Már a daru madár fenn az ég. Darut nem használhatnak be. Na jó, oké, jövünk akkor vissza. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Na, teljesen váratlanul belefolytunk egy gólyamentési akcióba. Ez bennünket is meglepett. Ugye mi csak elkezdtünk arról beszélni, hogy most megszökött egy gólya a Noé alapítványtól. És hát arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy például az állatkertben a gólyák miért nem repülnek el, amikor ugye nem szeretnek fogságban lenni, megfejtettük, hogy visszavágják a szárnyukat, és ezért nem tudnak elrepülni bármennyire is szeretnének, mert hogy kárt tesznek a függőleges vezérségben, ahogy az egyik hallgató kérte nekünk. Aztán itt csak bejelentkezett Dányból, hogy ő bizony látja a gólyát. A közeli patakban. A közeli patakban áll, azt nem tudjuk, hogy azért, mert belefagyott, vagy mert szeret a patakban lenni a gólya. Még az sem biztos, hogy gólyát lát, de Ica lát valamit. Nem tudunk mindent erről a bizonyos madárról, ha ez egyáltalán madár. Egyetlen dolog van, amihez Ica nagyon-nagyon ragaszkodik, az, hogy hosszú, vékony lábai vannak. De ez alapján még akár Czolnár Gyula is lehet a patakban. Bizonyám, sok minden történhet még. Hiába hozod össze Kingát icával, 9 óra múlva akkor sem jön a gólya. Ír egy hallgató. Azt mondja, hogy a teljesen fehér gólyát vérgólyának hívják. Ica vigyáz, a vérfarkasra utalva, nagyon veszélyes, emberhússal táplálkozik, írja Zoli. Az nem gólya, csak a veréb készül farsangra. Gyerekek, mondjátok meg Icának, tegyen szekér kereket a fejére, ha rászáll a gólya. Akkor az gólya. Az gólya, ha nem, akkor toronydaru. Dányban új hídat építenek, biztos, hogy csak egy daru áll a patakban. Gábor 72. Ne aggódjatok, a gólya már befagyott. Szóval az ország gólyamentési akcióba kezdett, és itt van velünk Ica újra. Szia Ica, jó reggelt, hello. Hát nem fagyott be a patakba, de ma még nem láttam, kimentem, de tegnap egész a picsét állt, mondd meg a kedves hallgatóknak. Na várjál. Úgyhogy. Én mindez idáig azt hittem, hogy te jelen időben beszélsz, hogy most látod ott a gólyát. Nem most kimentem, szerintem ilyenkor elbújik valahova éjszakára. Persze, érzi, hogy leselkedsz és elbújik. Igen. De tegnap egész nap itt sétál. Figyelj, mert hogy mi ott tartunk, hogy felhívtuk az alapítványtól az egyik illetékes hölgyet, aki mondta, hogy szeretne veled beszélni. Itt van péntek óta, szerintem itt van az valahol most is. Elsétált. Kicsit arrébb ment a patakban, igen. Nincs a ház mögött? Igen. De megadom a... Nincs mögötted? Mobilomat. Vigyázz, mögötted. De várjál, Ica. Igen. Összekötünk most Kingának, hívták a hölgyet, Kinga igen. volt. Ugye jó. Összekötünk most mi a Noé állapolapítvány munkatársával, és elmondod neki, hogy néz ki, mert lehet, hogy nem gólyát látsz. Lehet, hogy kócsak, nem tudom. Na, ne csinálj, hát most eddig... Nem mindegy. Gólyak. Nem mindegy. Hogy néz ki a kócsak? Hát az is ilyen fehér. Vékony a lába, vékony tudjuk. A lába. Ica, ne csináld, hát eddig 100%-osan azt állítottad, hogy az egy gólya. Minél közelebb kerülünk a megoldáshoz, te most annál jobban hátrálsz ki az dologból, akkor ez nem gólya? Nem harcálok ki, de szerintem az egy gólya. Jó, itt van Kinga, hello Kinga, jó. Szia, jó reggelt. Hello Kinga. Hello Kinga. Itt vagyok. Hello Kinga. Na, hello. Ica, itt vagy, te is, hallod-e Kingát? Igen. Na, Ica, mondd el Kingának, hogy mit látsz. Hát láttam tegnap, meg egész péntek vagy szombat óta, itt járkál egy fehér, amit egy gólya. Fehér, vékony lába, ilyen kis teste, de ilyen hosszú csőre, sárga, annyira nem
mint a gólyának, de sárga. Kinga? Gólyával van dolgunk? Ornitológussal van dolgunk? Valószínűleg egy kócsággal van dolgunk ebben az esetben. A gólya és a kócsag között az a különbség, hogy a gólyának piros a lába és piros a csőre, és a tollai végén, illetve hát a testén található fekete rész is, egy fehér gólya. És a mi gólyánk egyébként vasárnap lépett meg, vagy kapott szányra, és még van egy különleges ismertetőjele, hogy mivel ideig az irodában dolgozott a Noé állatotomban, ezért lehet, hogy néhány Noé-s dosszié van a tollalban. Igen, és folyékonyan beszél spanyolul. Sajnálom, alapelvárás, igen. Hát... Ica, megvezettél. Sajnálom, hogy nem a gólya. Megvezettél minket egy kicsit. Fekete pöcse volt a te gólyádon, Ica? Hát köd volt, annyira nem is láttam, mert nem jön itt a szöveg. Ica! Jó, de holnap akkor betelefonálsz, hogy ott van egy grizzly. mert hogy fe. Igen, vagy egy jeges meg. Én nem tudom összekni a mi gólyánkat a többi gólyától, hogy egy kutyát kell a közelébe vinni, mert ha kutyát lát, akkor valóban vérgólyává változik. Tehát megtámadja a kutyákat. Jó, kivizem a kutyát. Na jó, de kiviszi oda a saját kutyáját tesztelni. Ica oda viszi. Várjál, mert kutya sincs meg. Oké. Na jó van. Lehet, hogy elragadta a kutyát. Ica, hát mi most picit rárepültünk erre, de nem tudtunk segíteni akkor. Sajnálom azt a gólyát, de azt hittem, hogy az. Nagyon meg vagyunk hatodva egyébként ettől, hogy ennyien szeretnék megmenteni a mi gólyánkat, nagyon szeretjük. Figyelj, Kinga, nem tudod, őrület van, mindenki minden a gólyát lát. Tehát azóta még 100 ember tudnánk adásba tenni, aki megmert arról esküdni, hogy ő bizony tényleg azt a gólyát látja, és be akarja nekünk bizonyítani. Úgyhogy valahol lehet, hogy ott van egy igazi gólya. Na mindegy. Jó van. Hogy kerül erre egy kócsag? Azt szeretném én megkérdezni. Ki a felelős ezért? Elnézett egy balkanyar cicát. Hogy ennyi, lejtett valamit. Lejtett a gyűrűjét. Lehet, tehát a kócsag az termet, ez nem költöző madár, az ott van ilyenkor, nem? Igen. A kócsag egy része elköltözik, de nagyon nagy populációja itt állt el. A renitensebbek maradnak. Mert ilyen még nem volt. Bátrabbak. Oké, na jó van, nem tudtuk akkor ezt megoldani. Kinga, ha van valami, hívunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, puszi Kinga. Köszönjük. Szia, Ica. Ica semmi, hát egy körülbelül 40 percet kibérelt magának így a Morning Show-ból, mert hogy örültem volna, ha megvan az a gólya. A ködben nagyon messziről látott tegnap előtt valamit. Valamit, ami fehér volt, de nem is biztos, hogy gólya, egyébként valószínűleg nem madár, de nagy volt a köd, bár ő se tudja mit. Éreztétek a fázisokat, hogy kihátrált a dologból? Itt van egy gólya, gólya, gólya. Hát nem biztos, hogy gólya, kócsak, kócsak, ám az sem biztos, nagy volt a köd. Hát nem is láttam semmit. Igen, lehet, hogy egy régi mentő volt. De na mindegy. Oké, gyerekek, ha valaki látja a gólyát, akkor járjon utána. Fekete a lába. Nem, a lába nem. Piros, a csőre piros. Én városi vagyok, nem tudom, hogy néz ki egy gólya. Fehér a tudom, vörös a, vagy piros a csőre, igen. Fekete a tolla, és milyen a lába? Fekete a lába is. Nem, piros a lába. Piros a lába? Nem. Piros a csőre, tehát fehér a tolla. Tehát a paradicsommártásba lépett volna. Igen, 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 tehát a paradicsommártás között egy vaníliafagyi, és egy pici feketével. Egy pici feketével. A végén, igen. Ennyi. Na jó. És fóbiás, török fóbiás. Vigyetek oda egy diós baklavát, és hogyha ha kelepelve elszalad, akkor az akkor egy valószínű megvan. Na jó van. Ha valaki látja a gólyát, akkor tényleg. Ica gyorsan leszállítja nektek a pandát, bízzátok. Vagy valamit. Szenzációs, tényleg így van. Igen, madarak voltatok, bevettétek, gólyák, smiley-ellel írja András. Én álltam a patakban fél lábon, a barátom tökörugott, hűtöttem a gojzit. Üdv tekila. Jó. Igen, ha Ica állatvédő lenne, saját lábán sétálna be a menhelyre. Én látom, de váltságdíjat kérek. Én lelőttem a gólyát, nem akarok több gyereket. Oké. Na jó van, nagyon szép. Ja, észrejöttesen ráfűztek a hallgatók egyébként. Mindenki gólyát lett. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Képzeljétek el, hogy Amerikában egyre nagyobb divat a zseni képzés. És olyannyira nagy divat, hogy csecsemőket is adnak be zseni képzőbe, ahol 7 nyelven tanulnak, klasszikus zenét hallgathatnak, és hát a Walt Disney érdekeltségébe tartozó
Baby Einstein nevű cég fejlesztő játékaival foglalkozhatnak. Már az anyamékben elkezdenek velük foglalkozni. És a benyúlnak a járatban? Nem, képzeld, hogy zenét hallgattatnak velük, idegen nyelvet hallgattatnak velük, tanítani, próbálják őket különböző dolgokra, és amikor a gyerek úgy dönt, hogy ő világra jön, onnantól kezdve egy komplett team ebben az iskolában, ennél a cégnél, arra áll rá, hogy zsenit neveljen a te gyerekedből. Jézusom, de beteg. És a vuvuzellát szorítanak a kismamának a hasára, és ich bin dubi. Nem frottyen. Nem. Nem. Azt mondják az amerikaiak, végeztek egy kutatást, hogy a zseni nevelés az annyira nagy biznisz lett, hogy évente az amerikai szülők a zseni nevelésre több millió dollárt elköltenek. Baromi nagy iparág lett. Iskolák szakosodnak arra, hogy újszülött kortól, gondoljatok bele, újszülött kortól zsenit neveljenek a gyerekből. Tehát mi történik? Anyuka megszüli a gyereket, hazaviszik, és onnantól kezdve körülötte tanárok vannak, több nyelven beszélnek hozzá, zenét hallgattatnak vele, komoly zenét, Mozartot, idegen nyelven próbálják megtanítani, és ahogy nyilván, ugye egyre idősebb lesz a gyerek, annál jobban próbálják lekötni, és mindenféle hát dolgokkal, mindenféle tudománynak magyarázott ilyen hiedelmekkel megpróbálnak belőle zsenit csinálni. És van biztosíték, ha nem jön be? Tehát mert ez kiderül egy idő után, érted, hogy tanítod a gyereket, és 18 évesen még mindig nem zseni, hanem kettessel bukdácsol valahol egy iskolában, akkor mit csinálsz? Akkor azt mondod, hogy vissza a lóvét? Így van, teljesen jogos a kérdés. Ki a referencia? Tehát egy ember. Szász Marci. A kettős állampolgár Szász Marci. Aki már Amerikában van. Most már jön Európába is a zseniképzés, tehát akkora biznisz lett ez Amerikában, hogy ez a cég ez áttelepül, kazettákat, DVD-ket fognak kiadni, és Franciaországban, Németországban már kaphatóak, hogy hogyan neveljél zsenit a gyerekből, és utána megérkezik az iskola is, és viheted. Hát ez jó vagy nem jó? Hát szerintetek? Ti élnétek ezzel a lehetőséggel? Hogy zsenit neveljenek a gyerekből? Hát egy bizonyos szintig persze. Ez jó az, de nem ezen a szinten. Nem ezen a szinten. De itt most mindent beáldozol, tehát itt a gyereknek nincs élete, nincs semmi más, csak az, hogy Wagnert hallgat, és 8 idegen nyelven beszélnek hozzá különböző emberek. Nem? Tehát ez van. 0, 0, ez 24 van. És ugye pontosan tudják, hogy a szülőket kell megnyerni, ezért közben szülőket is szórakoztatnak, azért, hogy minél inkább oda menjenek, és minél több pénzt költsenek el, ezért egyfajta mama hálózatba próbálják a mamákat begyűjteni, mindenféle interaktív játékokat, cuccokat árulnak nekik, ezáltal a mama jól érzi magát, belép az Einstein képzőbe, vagy a Baby Einstein ugye képzőbe, és áruházakat hoznak már létre azért, ahol csak olyan termékeket tudsz majd kapni, ahol zsenivnek neveled a gyermekedet. Érdekes egyébként ez a dolog, mert hogy egyre inkább azt vehetjük szerintem észre, hogy nagyon nincs szükség ezekre a zseni neveldékre, mert úgy olyan szinten áramlik az információ a fiatalok felé, hogy adott esetben már akár 20 éves korában, vagy 21 néhány évesen milliárdos lehet az ember. Lássuk, hogy itt van előttünk ez vagy lássuk. A közösségi oldalra gondolsz? Igen, a közösségi oldalnak a Mák nevezetű fiú. Így van. Tehát, hogy kell ez? Kell ez, hogy még hamarabb gyerek fölnőjön, még hamarabb elveszítse a gyerekkorát, és még hamarabb letegyen valamit az asztalra? Szörnyű. Ez alapjában szörnyű. Tehát amikor tényleg látszik 3-4 éves gyerekeket már táskával a vállukon meggörnyedve menni különböző foglalkozásokra, angol tanulnak, spanyol tanulnak, elfelejtenek játszani, ez nem egy jó dolog. De itt a szülő a beteg. Hát itt a szülő az, aki azt gondolja, hogy csak akkor állja meg a gyerek a helyét a világban, ha zsenit csinál belőle. A gyereknek pedig olyan boldogtalan gyermekkora lesz, hogy mindent fog élvezni, csak azokat a foglalkozásokat nem, amik egyébként neki szólnának. De lehet, hogy aztán később majd azt fogja mondani, hogy milyen jó, hogy zseni lettem, és most itt állok milliómosan vagy milliárdosan. Persze a zseniség még nem csak pénzkérdés. De ez nem genetika, hogy van egy olyan génállományod, hogy te zseni leszel, ha most veled Mozartot hallgatnak, meg 2 évesen ott játszanak veled különböző interaktív játékokat, akkor te attól zseni leszel? Nem hozol valamit magaddal? Tehát nem mondjuk a zseniális emberért felelős gént kell megtalálni, és abba bele nyúlni? Mert ilyen irányú próbálkozások is valószínű, hogy lesznek. Hát azt szokták mondani, hogy 10%, nem? Amit hozol, és 90%, amit hozzátanulsz. Tehát a tehetségnek meg kell lenni valamiben, mondjuk a művészeti ágban leszel zseni, festő vagy zeneszerző, akkor ez mondjuk 10%, de a többi az megtanulható. Tehetség nélkül az egész semmit nem ér, mert csak egy fajta lexikális tudás lesz, amivel vagy él, vagy nem él, vagy használja, vagy nem használja. Legtöbb
esetben nem használja, nem? De egyáltalán nem használja, sőt, a zsenik nagy része elkallódik, mire felnő, addigra nem zsenik. Tehát a gyerek zseni az egész egyszerűen eltűnik felnőttként zseninek lenni, és elkallódnak, és nem tudod, hogy mi van velük. Hát hány olyan magyar gyerek zseni volt, akivel igazából nem tudod, hogy mi van velük, de valószínűleg nem a NASA-nál dolgoznak, mint a kutatóként vagy professzorként. Hát vagy annyira titkosan dolgoznak. Vagy annyira titkos munkában vannak, igen. A másik meg, amit nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan mókus kerékbe lépsz be, amiből aztán nagyon-nagyon nehéz kilépni. Egyszerűen azért, mert ezek a gyerekek szellemileg sokkal fejlettebbek lesznek, mint a kortársaik. Következésképpen de magányosság vár rájuk, igen, akkor. De csak olyan iskolában lehet majd őket járatni, ahol hasonló képességű vagy hasonlóan fejlett szellemi képességű gyerekek járnak. Ugyanis, ha például ma Magyarországon bekerül egy átlagos általános iskolába mondjuk egy ilyen srác, ott nincsen olyan, hogy tekintettel vannak rá, és akkor majd, mert ő már a harmadikos anyagnál tanít, vagy tart, akkor majd a többiek is azt mondja, nem. Ennek a gyereknek gyakorlatilag vissza kell lépnie, és az első osztálynak a tananyagát kell elsajátítani, amit már ő korábban elsajátított. Tehát, hogy őt speciális iskolákba kell beiratni, ami mivel jár megint, tandíjjal, külön költségekkel. Tehát, hogy így van. De milyen érdekes, hogy te a pénzt látod meg benne, hogy mondjuk tandíj, meg nem tudom, szerintem itt ez is egy jó dolog, de hogy maga az, hogy a gyerek ül 5 éves egy lexikonnal, hát én annyira nem szeretném. Hát, vagy 6 éves lepszifon. Lepszifon. Az micsoda? A szódászifon és a laptop egyfajta furcsa egyveleg, a lepszifon. Tud vele italt keverni. Kulturális fröccs. És internetezni is. Kulturális fröccs, igen. Szóval, hogy azt szerintem szörnyű, hogy jön a gyerek 5 évesen, 6 évesen. Persze a kezébe adod, mert hát zseni, nem tudsz vele mit csinálni. És ül lexikonokkal és könyvekkel, és míg a barátai kint játszanak egészséges módon a lepszifonokkal, meg a játszótéren, ő azt mondja, hogy apa, ezt a lexikont is kiolvasta, mutass valami izgalmasabbat. Tehát ez nem egy egészséges dolog, nem. Ez nem jó. És ilyen koravének lesznek ezek a gyerekek, észrevettétek? 8-10 évesen a világ gondjairól elmélkednek, gondolkodnak, kicsit furcsák, gondterheltek, nem egy felszabadult gyermekkor van a zseni gyerekek mögött. Hanem halál unalmas lesz a szülő a számára, mert nem tud hozzászólni a magfúzióhoz, a vasárnapi ebédnél. Már nem tud azt, hogy menj anyádhoz, menj, már senki nem tud rá válaszolni. Tehát nyisd ki a lexikont és olvasd el. Anya, te annyira primitív vagy. Vágja majd a fejed. Nem tudod, mi ez a magfúzió. Éppen borsófőzeléket főzök, igen. Mondja majd a muter. A kajájukat összeállítják, képzeljétek el ebben a zseni képzőben. Mire segít, vagy jelent valamit? Igen. Tehát azt mondják, hogy ha te például ebben a zseniképzőben ugye mondjuk sok omega-3-at eszel, akkor te okosabb leszel. Ezért a zseniképzőkben az étrendet is előre megszabják, hogyha te beadod ilyen zseniképzőbe a gyerekedet, akkor mi tehet? És megmondják, hogy napi mennyi halat kell megenni, gabonát kell megenni, amik serkentik az agyműködést, az omega-3-tól például állítólag ugye okosodnak a gyerekek, az jó, ha mi szedjük, az egy egészséges. Hát nem azt mondom, hogy vitamin, aminósabb, nem tudom. Aha. Szedned kell. Ugye a halban van nagyon sok, a halolaj, meg ezekben van nagyon sok omega-3. Ezt elkezdik mesterségesen betolni a gyerekekbe azért, hogy okosodjanak. Értitek, hogy mi történik? Tehát futószalagon elkezdenek legyártani zseni gyerekeket, és táplálják őket injekcióval, gének, kaja, omega-3, minden nyomnak bele, hogy okos. Ki az az elmebeteg, aki ide beadja a gyerekét? És nagyon sokan dollármilliárdokat költenek erre. Hát akik törődik a gyerekével, nem úgy neveli őket, mint mi. Tehát, hogy érted, játszogatsz vele esténként. Ja, aki szereti a gyerekét. Aki szereti a gyerekét, az most elköltözik Paksra vagy Bajára, mert ott sok a halászlé, tehát omega-3 zsírsavval már bejjebb vannak, és foglalkozik, mert nem olyan rossz szülő. De most komolyan, tehát, hogy ez szörnyű. Nekem megfelelnek ezek a kis egyszerű mesék, hogy férkese, héttörpe, meg ilyesmi. Tudod, nem unja már 8 évesen, azért váltsál, de most tegnap kezdtünk bele az időrövid történetébe, Stephen Hawkingtól. Jó, az egy erős váltás. Tényleg, mi van akkor, ha nem sikerül, visszaadják a pénzt? Ez jó kérdés, amit az előbb kérdeztél. Tehát a gyerek azt mondja, hogy zseniképző, van 15 évesen hazajött, hogy focista. Igen, focista lesz. Egy elrontott élet, érted? Mert 15 évesen már hova tanul meg focizni, szerencsétlen? Tehát már megtanulhat, de már nem lesz belőle nagy focista valószínűleg. Rockzenekart akarok, vagy ha más pornosztár leszek, és akkor 20 éves korában nem kap Nobel-díjat, akkor visszakapod? Hát ez az, hogy akkor bepereled ezt a zseniképzőt, és azt mondod, hogy nem jött az. Gyerek, akkor adjátok vissza a pénzemet. Vagy nem tudom. De például felvételi vizsga, érted? Hmm. Tehát ha én csinálnék zseniképzőt, akkor ezzel védeném magam, hogy kiszűröm azokat, akik soha nem lesznek zsenik. Nehogy egy ilyenbe belekeveredjek, hogy 20 évesen aztán azt mondja a szülő, hogy figyelj, nem sikerül. Tényleg, tehát hogy egyáltalán nevelhető az alapanyagból zseni. Igen. Ha lenne egy olyan génkutatás, hogy mondjuk bele tudnának nyúlni a gyerekbe úgy, hogy amikor mielőtt megszületett volna, és azt mondják, hogy mondjuk 30%-kal okosabbá tesszük a gyerekedet, bevállalnátok? Teljesen biztonságos műtét,
kicsit génmanipuláljuk a gyereket, megtaláltuk a gondolkodásért felelő gént, tudunk rajta valamit változtatni, mint a DNS-en, nem tudom, okosabb lesz. 30%-kal? 30%-kal okosabb lesz a gyerek, és egy kicsit szebb is. Elgondolkoznátok azon, hogy belenyúltok egy picit? Tudsz telefonszámot? Érkezik a harmadik? Na, mesélj! Ja, nem. Azt hittem, hogy már itt ja, hogy már akkor bele kell szólni? Azt hittem, hogy megszületett. Jó, de mondjuk megszületett, és akkor még tudnak valamit variálni rajta. Azt mondják, hogy nem fogja fölvenni a versenyt a többiekkel, elmarad majd, hülye lesz, lekörözik, nem lesz állása. Mi tudunk egy ilyen műtétet? Megcsinálnátok, hogy okosabb legyen? Igen? Hát, 30%-nyi. Vagy 50%, na jó. Akkor csak leérettségizne az a gyerek. De hát egy nem kéne első suliba járni, igen. Belenyúlnál, Jani? Hát, ha meg lenne ettől a szakmunkás bízie. Komolyan kérdezem. Vagy hagynátok, hogy a természet, amit adott, jöjjön az, és bánjon azzal, amit ő kapott meg, amire ti neveltétek. Ez nagyon érdekes, mert 20 év múlva itt fogunk tartani, tehát megkérdezik azt, hogy barna, szőke vagy vörös hajút akarsz, szeretnéd, hogy magas vagy alacsony legyen, és mennyire legyen okos. Ebben én biztos vagyok. Ez nem egy ilyen nagyon nagy fantazmagória, ugye, amikor a Gattaka című filmben van, hogy már manipulálják a géneket, és csak tökéletes gyerekek születnek. Hát ilyen irányba megyünk. A szűrés része az érdekes. Kellene. Tehát, hogyha a génállományból ki lehet következtetni bizonyos dolgokat, akkor a szűrés az érdekelne. Én nem nyúlnék bele, tehát nem irattatnám be soha ilyen iskolába. Uh-huh. Nem. Így én szeretek ilyen szabad folyást engedni a dolgoknak. Tényleg legyen az az útja, amit ő szeretne magának, illetve amer az élet egyébként tereli. Tehát nem tennéd okosabbá? Nem. De viszont a szűrés részében benne lennék, hogy tudjam azt, hogy mihez van affinitása, mihez nincs, és adott esetben egyébként az egészségére nézve is szeretnék információkat kapni. Tehát, hogyha lehet így a génekből kikövetkeztetni ilyen dolgokat, akkor én arra kíváncsi lennék. Felim, belenyúlnám? Én bele. Belenyúlnám. Egy 30-as tekerjünk föl, mert az ő élete. Egy kicsit tekerjünk rajta. Egy kis chip tuning. De most érted, nyilván nem az, hogy tanuljon meg végre beszélni a gyerek. Tehát képzeljük el azt, hogy egy átlag normál gyerekünk van. Na most arra ráteszel 30%-ot, tehát mekkora ő, milyen jó esélyei lesznek az életben. Érted, tanulásban, mindenben. Hát az egy nagy dolog, ám 30%. Nagyon vonzó ajánlat egyébként tényleg. Ugye? Igen. Eleve, hogy meg tudják mondani, hogy egészséges lesz, meg tudod választ, tehát, és az ember hajlamos erre, hogy elkezdjen irányítani. Jó, Edwin Mártont fölhívjuk. Zseni? Nem, ő zseni képzőbe adja az egyéves gyerekét. Engem érdekel tényleg, hogy miért csinálja, nem fél attól, hogy a gyerek magányos lesz. Egyáltalán mi az, hogy egyéves gyerek zseni képző? Tehát mit csinálnak ott egy egyéves gyerekkel, amit mondjuk nem tudnak megcsinálni egy sima bölcsödébe? Hello, jó reggel, szia Edwin! Jó reggel, sziasztok, srácok! Hello. Maxi egyébként fél éves korától már jár az iskolában, de nem mondanám, hogy ez egy zseni képző, hiszen ez egy képességfejlesztő játszóház tulajdonképpen, ahol a koncentrációs képességeket fejlesztik a gyerekeknél. Szerintem egy nagyon jó dolog, mert egyrészt tulajdonképpen csak kipróbáltuk egyszer, és annyira szereti Maxus oda járni, hogy úgy gondoltuk, hogy miért ne. Játszanak különleges játékokkal, amiket otthonra nem tudnánk megvenni, de... Már mivel? Részecske gyorsítóval? De nem tényleg, egy fél éves gyerek mivel jár? Mivel játszik? Nem én tartom az órákat, de nagyon szeret oda járni. Oké, Edwin, csak mondjunk konkrétumokat, hogy mivel játszik egy fél éves gyerek, amitől neki azt mondják, hogy ez készségfejlesztő. Tehát egy fél éves gyerek... Belülhető játékokkal játszanak, amik tehát így normális boltban nem kaphatóak. Koncentrációt fejlesztik vele. Ez későbbiekben rengeteget számít, hiszen sokkal jobban tudnak akkor tanulni. Amikor én 5 éves koromban elkezdtem hegedülni az óvodában, akkor a szüleim ugyan nem ilyen iskolában, ők maguk tanítottak engem hegedülni. 3 év alatt 7 évet végeztem el. Sokkal előrébb voltam, mint a többi gyerek. Figyelj, Edwin, és nem félsz attól, hogy kicsit ilyen koramén gyereket csinálsz belőle, hogy elveszed a gyereknek azt a gyerekkort, amikor kicsit. Én értem, hogy készségfejlesztés persze kell, rendben van, de hogy amikor hagyni kell játszani, hagyni kell kibontakozni, ez nem azt jelenti, mert nem foglalkozom vele, berakja a járókába, és ott legyen, csak hogy egy ilyen kicsit koravén, ilyen tudós, ilyen lexikonokat olvasó gyerek lehet belőle, ettől nem tartasz. Nem hiszem, mert nagyon szeret oda menni. Egyrészt, tehát ő maga nagyon örül neki, babákkal találkozik. Tehát ott van, és
imádja, tényleg ott van, jó program, jó program is neki, és hát mellesleg ugyan észre lehet venni, hogyha egy ilyen sima most már, ugye, hogy oda jár, már majdnem mindjárt egy éve lesz, hogy sima játszóházba, hogyha bemegyünk, sokkal valahogy jobban tud érvényesülni a többi gyerek között. Tehát könnyökkel és tértechnikával bontogatja a többieket. Figyelj, Erni, te szeretnéd, hogy hegedüljön? Tehát ha mondjuk ő azt mondaná, hogy mi az ott, add a kezembe, akkor engednéd, hogy hegedüljön? Igen, persze, uh-huh. Szeretném. Hát én szerintem fantasztikus élet a művészpálya. Én nagyon boldog ember vagyok, tehát hogy természetesen meg kellett nyernem azokat a világversenyt, meg különböző díjakat, az Emmy-díjat, ugye az Eurovíziós versenyt ahhoz, uh-huh. hogy és milyen sikereim legyenek, de Maxival mindenféleképpen szeretnék foglalkozni. Maxi, őt így hívják, hogy Maxi? Maxim. Igen. Ja, Maxim. Maxia Bece neve. Jó, akkor oké, csak ez azért hívtunk föl, mert tudni szerettem volna, hogy itt egy ilyen klasszik, tanuljál 6 nyelvet, vidd a hátitáskát 4 évesen, ami már 20 kiló, olvas lexikon zseni képzésről van szó, vagy inkább egy ilyen kis foglalkozás, zseni, készségfejlesztés, interaktív játék. Oké. Egy olyan játékházról, ahol tényleg jól érzi magát, és szeret oda járni. Tehát akkor most karácsonykor nem a Britannica enciklopédia kapta, ugye? Nem, nyugtass meg minket. Dehogyis, nem. Jó, oké, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, szia. Akkor ez így rendben van, tehát ezt én így értem, ezzel nincs baj. Nagyon sokan kérik tőlünk 100 Marcit. Hogy mi van vele, és ő ugye zseninek lehet kikiáltó, ugye mindenki emlékszik, egy alacsony, vöröshajú, kicsit elálló fülű fiú, ő vagy fiú volt, ugye hát most már ezt azt gondolom, hogy kinőtte, hogy hol lehet, vagy járjunk utána, hogy ő mit csinál, és hogy beszéljünk vele. Most mi próbáltunk utána járni, és nem akar nagyon nyilatkozni. Nem akar nyilatkozni, és hát meglehetősen, hogy is mondjam, olyan undokul rázott le minket. Elegem valószínű, hogy a hócipője tele van azzal, hogy ő egykoron az ország zseni gyereke volt, és mindenki azt kérdezi tőle, hogy most a Pentagonnál, vagy a NASA-nál, vagy hol dolgozik. És mit csinál? Hát nem tudjuk. Programfejlesztő. De hogy semmiféle olyan különleges életpályát, vagy életutat nem futott ő be. És ugye ő volt a zseni, tehát ő megkapta az ország zsenie szerepet, szerintem kicsit bele is öregedett, és mindenki azt mondja, na mi lesz belőle? Hát programfejlesztő lett. Rendben van. Átlag normális életet. Átlag normális életet. Programfejlesztő lett. És nem lett belőle olyan zseni, aki még nagy dolgokat talál föl, vagy találmányai vannak, vagy nem tudom, beleszól az atomfizikába. Pedig ugye zseninek volt kikiáltva. Nem akar nyilatkozni. Azt mondja, hogy hagyjuk őt ezzel. Pedig biztos, hogy nagyon tanúságos lenne, vagy lett volna ennek a témának a kapcsán őt megszólaltatni, mert hát neki egy picit ez, ahogy azt te is mondtad meg, ahogy azt mindannyian tudjuk, egy picit a keresztje is lett ez a dolog. Nem szívesen nyilatkozik, nem szívesen szerepel. Pedig nem martuk volna meg. Nem bántottuk volna, csak kíváncsi lettem volna, hogy az, ami volt, most egy átlagos szintre ért, vagy továbbfejlesztette, vagy volt-e valami előnye szegénynek abból, hogy őt szerintem már meghurcolták, hogy ő a zseni. Hát lelkileg biztos, baromi fárasztó lehetett. Tehát ezt érte el az ország vele, hogy most azt mondja, hogy ő nem akar nyilatkozni senkinek. Aztán, hogy a szakmájában, ebben a programfejlesztős dologban ő most mennyi, lehet, hogy egy iszonyatosan nagy spíler, érted, és tényleg nagy dolgokat csinál. A zsenisége az itt megnyilatkozik. De hogy ebből elege van. Elege lett belőle, igen. Czeizel Endrét fölhívjuk még, kíváncsiak, hogy a genetika benne hogy bele tudunk-e nyúlni, hogy mikor tudunk bele nyúlni. Én nem akarok a Beninél, nem azért vagyok ennyire rákattam, majd a következő. És akkor gyereket csinálunk belőle, nem? Hogy tart-e már ott a genetika, hogy azt mondja egy szülő mondjuk, hogy én szeretném, hogy az én gyerekem okosabb legyen, akkor neki azt mondja egy genetikus, hogy jó, rendben, nem hinném egyelőre, hogy itt vagyunk, persze. Jó, rendben, ismerjük azokat a géneket, amik azért felelnek, hogy a gyerek okos legyen, picit változtatunk rajta, a gyerekednek nem 120-as IQ-ja lesz, hanem mondjuk 160-as, vagy 170-es. Ebbe bele tudunk nyúlni. Mennyire vagyunk ettől messze? Szerintem évekre. Az is nagy kérdés, azt tudjuk, hogy a zseniség az mi? Hogy az szorgalom, vagy gén? Szerintem minden egyben. Tehát a neveltetés, a genetika, a hozott anyag, amiből dolgozol, meg hát amit te kapsz hozzá, mint szellemi termék a szülőktől. Az úgy minden benne van. Na de gondold el majd, ha ez se kell.
Ugye? Kiválasztod, prospektusból összeállítod, és azt mondtad, hogy Jenny legyen kékszemű, és mit tudom én, hosszú combú, és az lesz. Igen, mert hogy a zseniség az tulajdonképpen az, amikor élni tudsz az intelligenciával, mert egyébként az, hogy mit 150-es, 170-es az IQ, az egy dolog. Az persze, de hát ha kreatívan tudod használni azt az intelligenciát, meg tudást, amit megszerzel, akkor valószínűleg az lehet a zseniség. Igen. Itt van velünk dr. Czeisel Endre, orvos genetikus. Professzor, jó reggelt kívánunk, professzor úr, köszönjük szépen, hogy itt van velünk. A zseniségről beszélgetünk egy kicsit, és tudjuk, hogy ön ezt is kutatja, ezzel is foglalkozik, hogy ki lehet zseni, vagy mitől válik valaki zsenivé. És az első kérdés az lenne, hogy mennyire vagyunk attól messze, hogy mondjuk egy szülő, ha úgy dönt, hogy befolyásolni szeretné azt, hogy a gyereke okosabb legyen, mint amit mondjuk a természet ad neki, akkor ő abba bele tudjon nyúlni. Elképzelhető, hogy egyszer elérünk a genetika ezen szintjére, hogy ezen is tudjunk változtatni? Hát, hogy mondjam, ennek azért van nagy kulturális hagyománya. Ugye, mert az, hogy valaki milyen genetikai tervrajzzal jön a világra, tehát, hogy milyen adottságokkal jön, azt már Zrínyi Miklós szépen megmondta, hogy az jó szerencse, semmi más. Viszont, hogy ebből a tervrajzból mit hoznak ki, az azért már nagyon-nagyon, hogy mondjam, a családtól, az iskolától, a társadalomtól függ. Tehát mondok önnek egy példát, szóval ez egy engem nagyon meglepett, hogy mondjuk a magyar 16 származású Nobel-díjas közül 11 a zsidó származású, tehát ez 70%. Uh-huh. Amikor mondjuk a zsidóság részesedése sosem volt több 5%-nál. És amikor az ember keresi az okokat, akkor azért kiderül, hogy a zsidó kultúra, amely úgy 4000 év óta tud írni, olvasni, és a zsidó kultúra legfontosabb tanítása az, hogy a gyerek számára minél korábban, már 4-5 éves korban, a jesivába, és a legmagasabb szintű iskolai oktatást kell biztosítani. És akkor így tulajdonképpen ez a kulturális hagyomány, ez kihozza belőlük a maximumot, mint sajnos van egy ellenpélda, mondjuk a cigány-roma kultúra, ők Indiából jöttek, ők, nekik egy orális kultúrájuk van, szépen énekelnek, danolnak, táncolnak, csak valahogy még nem értették azt meg, hogy a gyerekeik számára az iskola az lenne a legfontosabb juttatás. Tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy igen, a külső hatások, a kultúra... Nagyon fontosak, azok, tehát hogy belejátszanak. Értem, de bele tudunk nyúlni? Tehát van egy olyan gén, ami azért felel, hogy valaki okos legyen, és azon, ha változtatunk, akkor egy, mit tudom, 50 év múlva sokkal több okos gyerek fog születni? Ez elképzelhető? Nem hát elképzelhető. Nézze, hogy persze, hogy elképzelhető, hogyha mondjuk a nagyon okos emberek, egy szegény Galton, aki a genetikát megalapította, már leírta, hogyha nagyon okos emberek nagyon sok gyereket produkálnának, és a buta emberek keveset, akkor előbb-utóbb okosodna a népesség. De jó, csak mesterségesen nem lehet ez befolyásolni. Pont fordítva van. De előbb hallottam, hogy önök arról beszéltek, hogy most a zseni, az okosság, meg egyéb. Na, azt már biztosan tudjuk, hogy két fő vonulat van. Tehát vannak a nagyon okos gyerekek, a konvergens agyúak, meg szivacs agyuk van, mindent megtanulnak. Ők nagyon konformisták, ők nagyon jól illeszkednek be a társadalomba. Ők lesznek a társadalom vezetői, de nem ők lesznek a géniuszok. A géniuszok azok a kreatív gyerekek lesznek, akiknek divergens az agya, akiknek másképpen jár az esze, akik mindig mást akarnak csinálni, akik új világot akarnak felfedezni, mint Bolyaiék, vagy nem tudom, Mozarték. Na most ez azért egy bonyolult kérdés, mert ők lesznek a géniuszok, de ők istentelen nehéz emberek. Szóval már iskolában nehéz őket elviselni, a társadalomban is nehéz elviselni, és ez nekem például orvosilag egy nagyon nagy problémám, hogy lehetne azért a kreatívokra jobban vigyázni, mert én ismertem kreatív géniuszokat, ismertem a Latinovics Zoltán, meg a Muszarik Zoltán, meg a Kondor Bélát, kortársaim közül, és azért gondolják meg, hogy hány éves korban haltak meg, és milyen körülmények között. Igen, és milyen életkörülmények között, igen. Professzor, azt szerette volna még kérdezni, hogy van arról valamiféle kimutatás, hogy a zseni gyerekek hány százaléka lesz, hát most lehet, hogy rosszul fogalmazok, de biztos érti, mit akarok kérdezni, zseni felnőtt korában, vagy hogy ezek a gyerekek egy idő után... Ugye, látja, ez nekem tetszik, ahogy kérdeztem, mert ez is mutatja, most ne értse félre, nem önt akarom bántani, de hogy például a magyar nyelvfogyás, például a Adiék, meg a korábbi költők, magyar írástudók tudták, hogy a kivételes adottságú gyerek az a tehetség, de ha ő valóra váltja a kivételes tehetségét, az a talentum. Uh-huh. És ma pedig én azt hallom a rádióban is, hogy arra azt mondják Bartók Bélára, hogy tehetséges volt. Szerintem ez egy halálnagy sértés.
Mert a tehetség az az ígéret, az a potenciál. Hát Bartók Béla valóra váltotta a tehetségét, tehát ő egy kivételes talentum, ő egy géniusz. És jó a kérdése, mert 10 kivételesen tehetséges gyerekből egyből lesz kivételes talentum. Tehát óriási a veszteség, mert ők is önártóak, a társadalom is rettentően nehezen fogadja be, különösen a magyar társadalom. Tehát azért nem véletlen, hogy egyetlen magyar Nobel-díjas se halt meg Magyarországon. És amikor megkérdezték tőlük, hogy hát miért van ennyi zseniális magyar tudós külföldön, akkor az egyik csendben mondta, hogy tudtuk a magyar titkot, hogy időbe kell lelépni. Tehát ez egy keserű dolog, mert valóban valahogy ahhoz, hogy a magyar géniusz palánták kivirágozzanak, bizony sajnos a külföld számukra sokkal jobb lehetőséget. No, engem azért az megnyugtat, amit a professzor úr mond, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy a szülő azt mondja, hogy amellett, hogy kékszemű, hosszúhajú, vastagcobú gyereket akarok, szeretném, ha sokkal okosabb lenne, mint a szomszédé, akinek nem lesz pénze megfizetni azt a beavatkozást, és akkor a mi gyerekünk... Ez egy teljes félreértés. Ilyenre nem lesz lehetőség a következő 50-100 évben. Nagyon jó. Köszönjük szépen, professzor úr, dr. Cejzer Endrének, köszönjük szépen. Akkor ettől még azért egy picit messze vagyunk. Hála Isten. Hála Isten, ugye? Nem biztos, hogy baj. Nem ugyanazokkal az esélyekkel futnánk neki a dolognak. Tehát, hogy ez zseniképzés, elitképzés, ez ilyen kicsit ugye a Gattaca című filmre tudunk megint utalni. Hát nem mindig jó az azért. De az tényleg ahhoz vezet, hogy különböző társadalmi csoportok egymástól leszakadnak, hatalmas különbségek alakulnak, az sehol nem jó. Ez az elitképzés, ez nem frankó. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint TB for President! Hello, TB! Hello! Szia! Na, merre vagy? Ja, finoman bereklámoztátok ezt, hogy új földrajzi helyeket alkotok, csak azért, hogy eltereljem a gyanút arról, hogy éppen nem szadálni csörgök egy kádban. Most éppen a Guancho Fantázia névre forgatjuk a videoklipet, és Kuruc Robi felelős szerkesztő, az aktív riportere üdvözöl innen mindenkit, aki ebben a pillanatban egyébként forgatja az élő bejelentkezést, tehát sztárt csinálok belőletek. Ez egy szóló videoklip lesz, Tibi? Most nincs veled a Krisztál, ugye? Jól tudom. Nem, ez egy szóló videoklip lesz most. Most egy picit ebben az évben úgy döntöttünk, ez egy közös megegyezés volt, hogy mindenki egy picit kirándulgat olyan műfajokban, amit szeretett volna egy kis kipróbálni. Most a Kati egy ilyen jazz anyagokat készít, jazz fellépéseket csinál. Én pedig egy picit most fölébreztem a bennem szúnyogó oroszlánt, és mint a magyar ásert fogok rátámadni a klubzene kellelőre. Kasza Tibi, a magyar áser. Wow! Miről szól a klip, Tibi? Szerintem a klip az igazából arról szól, hogy én mint egy mélytengeri gyöngyhalász bukok alá a dél-kínai tengernek, nem. Valójában annyi lesz, hogy lesz egy történeti szál, ahol egy gyönyörű kínai lányjal kutatjuk, keressük egymást a tömegekben, majd egyszer csak egymásra találunk, és képzeljétek el azokat a gyönyörű gyermekeket, amiket mi közösen nemzünk. A történeti szál az ennyi, tehát egyszerűen keressük egymást a tömegben. A másik szál pedig annyi, hogy klubokban és különböző népszerű szórakozó helyeken, mint a gyönyörű fehér magyar áser betombolok, és ott performance nyújtok az ott szórakozó tömegeknek, akik egyébként azt gondolják, tehát azt mondják, hogy én egyébként egy gyönyörű ember vagyok, mert ők nem tudják, hogy ez nem így van. Tehát őket ebben a félreértésben még tudom ringatni, hogy én egy jó kép magyar pali vagyok. Figyelj, és a kínaiak milyenek? Bonyolult velük egy forgatást megbeszélni? Vagy ott leteszitek a kamerát, forgathattok? Mert tudom, például Amerikában ugye hát megjelölsz egy kamerával, és egyből ott van két rendőr, hogy mit akarsz, van-e engedély, nincs engedély. A kínaiak mennyire bürokratikusak, mennyire foglalkoznak ezzel? Ugyanígy nagyon-nagyon kemények a szabályok, ezért hívtam eleve 5 kameramant, és most a negyediknél tartunk, elég gyorsan fognak, de tudod, mindig egy visznek veszem elő az ujjat, tudod, tehát, hogy...
viccet félretén egyébként annyiban komplikáltabb a dolog, hogy maga a kommunikáció és az, hogy ha kérsz valamit, és mi, vagy vársz valamit, egy kis segítséget, kooperációt, mire az megtörténik, addig nyugodtan hazamehet egyet leszundízni, és visszajössz, mire megtörténik. Tehát, hogy nem kapkodnak el semmit, illetve ami szent, és amiben folyamatosan beleszoktunk, az, hogy itt az ebédidő, meg az ebédszünet, meg a vacsoraszünet, az olyan szent, hogyha éppen egy snit közepén vagyunk, akkor leteszik a kamerát, és elmennek kajálni. Tehát itt nincs, tehát az egy nagyon-nagyon fontos szünet. Na és megvan már a hazajöveteled időpontja, hogy mikor tervezed? Azt mondod, hogy január vége, vagy február eleje. Így van. Most mikor már egyértelmű, csak azért mondom, hogyha szeretnétek akkor ott kivonulni fogadásomra a repülőtérre, és ott egy könnyes ölelésben kitörni, akkor ez 23-án kell, hogy megtörténjen. Ja igen, tényleg ezt a dátumot mondtad már a múlt héten is, hogy 23-án hazajön. Nagyon hamar elfelejtettük. Csak hamar elfelejtettük, én meg hamar akkor csak fontos lehetek, mert a Balázs elég gyorsan előkapta azért a hátsó kis memóriából. Nem, igen, én megkérdeztem, de emlékeztem, hogy ezt már mondtad. És utána már vissza sem ész, vagy ilyen kettős ügynökként akkor majd jössz-mész Kína és Magyarország között? Hát nyilván vannak tervek, vannak olyan projektek, olyan fotózások, amiket ők hoznak, majd például Londonban lesz majd áprilisban egy fotózás, amit ők hoznak, majd oda, amit velem csinálnak, és nekem is vannak olyan dolgaim, amit majd vissza fogok járkálni, de most egy picit szeretnék otthon lenni, szeretnék egy picit bejárkálni hozzátok hajnalonta, szeretnék egy kicsit, mint a... Szeretnék egy picit a pékekkel együtt kelni újra, mert az jó nekem, illetve szeretnék, mint a fehér magyar Asher, egy picit kísérteni a magyar klubot. Figyelj, erre nagyon rácsúsztál. Igen, hogyha te leszel a fehér magyar Asherként Kínában, akkor biztos, hogy kell neked egy kínai név, nem? Tehát a Tibi néven nem lehet befutni Kínában. Na, Tibi? Tibi? Hát, Tibi. Majd jó, mert ki... Tibi, for president? Nem, majd valamit kitalálunk, de egyébként most ezen nevetgéltek, mert nyilván nem látjátok, hogy nekem itt már milyen tekintélyen van. Ez egyébként a szobrok nagy részét kicserélték már az engedzoló mell szobrokra, de például a viccet félretéve a videoklip, amit forgatunk, az például menni fog a kínai Music TV-n, a guangzhoui Music TV-n és a szadai városi kábelen is, tehát igazából azért széles repertoáron támadunk. Na, szadát nem hiszük. Úgyhogy... Hát igen, szada az meleg, főleg azért, mert aztán ott a Kábel TV az csak valami képújság, de tök minden, ott legalább a szöveget leadom, és akkor azt is tudják nyomatni. Illetve azért itt a szadai fehér magyar ásár azért itt elég nagy tekintélyen van, mint előadott. Például tegnap egy klubban csak ilyen próbaszerűen fölkísértettem egy színpadra, és kiudvaroltam, mondtam a tulajnak, hogy elnyomok egy számot, ne aggódj, nem lesz hosszú, és fölmentem, és eloltam a számot, és sikítozó vastas. Tehát azt mondták, hogy ilyen nincs, és mégis van. Csodálatos. Az ajándékainkat megvetted már, vagy marad a tax-free shop? Semmi, igazából küldök nektek egy kis készpénzt, és válaszadok magatoknak valami igazán szépet. Ez nagyon korrekt, és őszinte, ez tök jó. Figyelj, azon nem... Viszont várj! Igen? Viszont egy apróság nagyon fontos, mert tegnap voltam a ti kedvetekért, elmentem a Safari Parkba, tényleg minden perc egy pokol volt, de értetek, bevállaltam. És oda mentem a pandákhoz, és videóra rögzítettem, ahogy annyit tanítok, csak mert nem akartam az egész színnát, csak annyit tanítottam a pandáknak, három pandával dolgoztam, hogy ez itt a Morning Show, és tudják? Meglátják, milyen. Megmondom őszintén, hogy azóta az összes gondozó engem üldöz, mert a pandák ezt kántálják egész nap. Figyelj, és helyesek, aranyosok, ugye? Szeretnivalóak, cukik? Figyelj, nagyon, nagyon cukik. Én továbbra sem értem, hogy miért nem egy szibériai tigrisen dolgozunk, mert nagyon ütős. Megmondom, szerintem a koala is egy jó forma. Tehát én nem a pandát hoznám, de megmondom őszintén, hogy egy azért már be van dobozolva. Dobáltam meg neki ilyen leveleket, remélem, hogy jól bírja majd a repülőutat, meg ilyen aprócska kis pandák szuvenírekkel tehát készültek, sőt, el kell, hogy mondjam őszintén, és ez nem vicc, az egyik klub, ahol forgattam a videoklipemnek a legtöbb jelenetét, az a bizonyos Panda Klub. Panda Klub, igen, ez a neve? Becsempészte, látod a videóklipben. Wow. Megesküszöm nektek, hogy az a bárnak a neve, hogy Panda, majd a verkben látni fogjátok a filmen, amit forgatunk. Igen, az operatőr finoman hozzátok, hogy az aktívban. Igen, figyelj, és a kínai statkók vannak a videóklipben? Tehát lebeszéltétek, hogy legyenek ott táncos lányok, vagy úgy van, hogy van egy kamera a kezetekbe, és akkor gyorsan, amikor mindenki táncolt, akkor fölvettétek? Vagy ezek lebeszélt jelenetek velük? Tehát rögtön feltételezted róla, hogy egy teljes amatőrben nekiindultunk, és itt forgatottunk. Nekem nem. Tehát a válasz, a videóklip 20, igen, köszönöm.
20 statiszta lett odahívva, aki nem táncosok, de kínai fiúk, táncosok, és ők adják a közönség, vagy ők töltik be a közönség szerepét. Na most az ő hatásuk sem volt azért egy szláv karnevál, tehát azt is hozzá kell tenni, hogy mire ő velük ugye elmagyaráztat, hogy ne csak az egyik kezét lóbálja magasban, mert az még mintha nem lenne, hogy elég táncszerű. Tehát ott azért voltak komoly idomítási problémák, de nagyon szép lett szerintem a végezmény, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy majd hozom haza, és egy könnyes premiért tartok majd nektek. Jó nagy klub lehet ez a Panda Klub, ha 20 statisztával sikerült megoldani a telt házat. Látom, hogy Rákóczi Ferenc felé, mert igen, tehát úgy történt, hogy ugye egy ilyen forgatásra soha nem 500 embert rendelnek oda, ezt nem tud mozgatni, hanem nyilván annyi embert, ami a kamera szempontjából éppen ott reprezentálja a közönséget. És te rendezed, te vágod, te vagy az operatőr, tehát mindent egy személyben? Igen, az van mindig, hogy kiszaladok, elintem a kamerát, és visszaszaladok a túloldalra, hogy rajta legyek. Volt egy koron olyan, amikor te azt próbáltad velünk ejtetni, hogy te vagy már a Crystal Clipek rendezője, és hát emlékezz erre vissza, tehát kommunikáltál te így, hogy volt ilyen, amikor én voltam operatőr is, és csak azokon a képeken nem én fogtam a kamerát, ahol én voltam, de most kielkezett hozzám Kis Áron, aki a videoklipnek az operatőrje, aki egyébként nagyon-nagyon sok nagy sikerű, fantasztikus videoklipnek a készítője, és most ő dolgozik velem, ő az operatőr, rendező operatőrként ő erősíti itt a fehér magyar Asher Nimbuszának megszületését. Na jó van. Oké, Tibi, akkor nagyon-nagyon várunk téged, jó? 20, mit mondtam? Mert tudom, hogy múltkor is elmondtad, 23, nem figyeltem. Nem ki. 23 vasárnap, tehát miért azt jelenti... nem figyeltél? Fogadjuk, hogy ki van X-elve ott van a családi naptárban a 23, hogy oda ne írjatok semmit, mert ott vagytok a reptére. Abszolút. Persze. Tehát én lemondtam minden hétvégi programomat a családdal, barátokkal, mert tudom, hogy megyek eléd a reptére. 25-én kedden, vagyis egy hét múlva, akkor élőben, itt a stúdióban, de jó... élőben. Én örülök ennek. És dalpremiér következik évekkel az amerikai bemutató előtt szólal meg nálatok az 100 új magyarásért dala. Az új magyarásért dala. Emberöltőkkel az amerikai előtt a magyar fehér Asher. Figyelj, Tibi vagy Asher, vagy nem tudom, hogy hívjalak. Tehát visszajössz jövő héten. Oké, kicsit még dumálunk, milyen volt kínai, hány csaj, mit minden megkérdezünk, de utána tessék ugyanúgy témával készülni, hozni valamit, tehát visszakapod a kis rovatodat, jössz, készülsz, és fölülünk arra a bizonyos hullámba, útra, amire mostanában nem annyira tudtunk fölülni, hiszen a távolság azért ezt legyőzte, úgyhogy várunk egy hét múlva a hullámvasúttal együtt, jó? Témával mindennel. De ettől független azért okék vagytok, tehát nem bukott be a műsorban. Semmi gond, nincs csak az érzés, van. Az a hullámvasút érzés. Hány ingeres érzés, tudod, ami... Hány inger, imegés. Az lesz. Úgyhogy várunk akkor egy hét múlva. Nagyon jó utat kívánunk neked, és akkor egy hét múlva kedden már itt személyesen a stúdióban találkozunk. És akkor mostantól szólíthatok a Fehér Magyar Ashernek, ugye? Fehér Magyar Asher egy hét múlva itt lesz velünk a Morning Show-ban. Így van. Ciao, Tibi, vigyázz magadra, jó utat. Szia, köszi szépen. Ajándékok, szia. Az ajándékot tényleg, ne felejtsd el, Janinak igaza van. Sokat drágát. De nem tranzitos megúszós, ne. Bögrés. Ne, hozok rendeset, hozom. Oké, Tibi. Hello. Ciao, szia. Aztán kapnak egy alakas ilyen Lufthansa-s kulcstartó. Meg szemlekötöt, meg füldugót. Igen, vajat kis dobozban, műanyag késeket, meg mentolos cukrot. Ezt nektek hoztam egy fél rántott saj. Amit a leszálláshoz adnak. A business classról. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.